Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Jó reggelt. Hello Anna. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Veszélyes az, aki most elindul, illetve nem ő a veszélyes, hanem a szituáció. Mert hogy ez ónos eső, gyerekek. Tegnap a reggel kijöttem, dupla kiállás van a garázsból mindig. Én teszem ezt meg, míg Viki őrzi a gyermeket, hogy föl ne ébredjen, és én majdnem hanyat vágottam. Annyira csúszik, kapaszkodni kell. Néha igen, néha nem. Tehát ravasz a dolog. Valahol esik, van, ahol nem, vagy van, ahol lefagyott, van, ahol nem. De ez a legsúnyibb dolog, rájöttem. Ez az ónos eső, ami sima, egyszerű csapadéknak néz ki, rálépsz, és oda comnyakad. Ennyi. Ugye? Ennyi, és ráadásul most még ugye mínuszok vannak napközben, de melegedni fog, de most azért nagyon sok helyen kell vigyázni, főleg ezeken a mellékutakon, ahogy a kislány is mondta az előbb, a mellékutakat nem sózzák, tisztelet a kivételnek, de a főutakat igen. Iszonyat veszélyes. Nagyon-nagyon oda kell figyelni. A garázsból elindultam kanyarnál, fék, egy 5 méter csúsztam, visszatolat, taxi, autó, jó napot kívánok, legyenek. Hát én mondom, nem töröm össze a kocsit, persze. Komolyan a taxival? Leraktad? Helyes, igazad van. Azt mondtam, hogy ilyenkor olyan sok okos ember van az úton, csinálják, ők meghagyom mindenkinek a terepet. És most ott van keresztbe az utcán? Nem, visszamentem vele. Attól még, hogy egy autó csúszik, attól működik. Tehát, meg ráadásul tökön lehet tologatni össze-vissza. Ja, igen, persze. De alig egy-két tonnás. Tehát majd figyelj, hát dobtában egy vonóorgot valaki mögé, észre sem veszi, ezt bevonta. Senki, jó, ja? Mi lakunk, tudod, nem mernek arra jönni, mert tudják, hogy egy ilyen szarra járok, és akkor baj legyen. Ja, most legyen. Nem azért kérdeztem, de ha már szóba hoztam. És azért mondtam. De ha már ilyen magas labdát. De azért mondtad. Én visszaálltam. Aztán kiderült, hogy a főutakat sózzák. Igen, az teljesen jó volt. Ott az ilyen mellékutakon, meg kis községekben, meg mit tudom én, városon kívüli falakban veszélyes. Én is beértem a városba, és ott már gyerekek, semmi nem volt ebből. Hát ugye a nyilázárok rosszabbak, meleg van, tehát városokban mindig egy-két fokkal melegebb van, ott már azért az ónos esőt se tud annyira kibontakozni. De ott, arrafelé, ahol farkasok járnak, ahol én lakom, ott. Az kemény vidék. Az ordasok világába. Az kemény vidék, gyerekek. Úgyhogy csak óvatosan, főleg a járdán mindenkinek tényleg, aki elindul, vagy kilép, vagy most rálép, mert idősek, gyerekek, meg aki nem figyel, vagy rossz az egyensúlya, vagy csak egyszerűen megcsúszik, mert nem szökencs-bakancsba jár. Szögencs-bakancs, meg lehet borulni. Hát ott az ordosok világában mindenki szögencs-bakancsba jár. Hát figyelj, ott egyszer elesem, mire fölállsz, már kettő farkas rajtad van, úgyhogy... Itt van, már a toportján féreg a hátadon mor. Veszélyes vidék, ahol én lakom, úgyhogy ez van. Gyerekek, tegnap világítás technikai szakboltban voltam. Voltatok? Mikor voltatok utoljára ilyenben? Ez egy nagy praktikán. Ahol égőt lehet kapni. Hát várjál, figyelj, olyan durva, hogy gondoltam, hogy egyszer tűz lenne, mindannyian itt halnánk a füsttől. Figyelj, itt a blankolt vezetéktől kezdve a blankolatlanig. A blankolatlan. Én nem voltam, Budaörsön van egy ilyen világítás technikai szaküzlet, hát komolyan mondom, nagy élmény volt. Egy csoda volt? Úgy szerettem ott lenni, és mondtam, hogy még beszélgessenek velem egy kicsit, hogy úgy mi van még ott. Egy kétemeletes, régi, egy ember kiszolgálós világítás technikai bolt. Olyan dolgokat találtam, hogy az valami elképesztő. De az egész két emeleten egy ember volt, mert akkor nagyon nem megy az üzlet. Nem, alul volt, meg ja, fölül, de fölül kellett az én ügyemet elintézni. Hát nagyon nagy sztorik vannak. Eszedbe jutott a régi klasszikus a komcsi történetecske, a Lenin lámpácskáj. Igen, Lenin lámpácskáj. De igaz, egy nagy klasszik. Izzó, kiegészítő, konnektorok, hosszabbítók, hát gyönyörű volt, vezetékek. De ilyen... hogy sokfajta volt? Sokfajta. Miért volt ez csoda, hogy van egy ilyen bolton lehet? Mert az ember elszokik már ezektől a boltoktól, tudod, ha kell egy hosszabbító, bemész egy, mit tudom én, egy MediaMarktba, bemész egy Hobbyba, bemész egy Praktikerbe, bemész egy Brikóba, tehát ezeket nem mész már. Világítás technikai szaküzlet. És hát kérem szépen, klasszikus kertészgatyás eladó, kis ceruzával a füle mögött, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Viszont hozzá. Figyelj, nem tudtam tőle olyat kérni. Nem tudtam tőle olyat kérni. Láthatlanban megfejtette az összezárlatot a házba, hogy miért van és hogy lefestette. Világítás technikai rajzot készített a házról egy perc alatt. Úgyhogy nagyon-nagyon kicsit szomorú voltam, hogy zárnak, és mennem kell, olyan befészkeltem oda magam. Igen, de egytől hatig ott álltál, talán legyen válik. Nagyon, de olyan, mint az ember bemegy egy régi cipészhez, tudod, hogy de jó, hogy még van ilyen. Mondta, hogy ezt ne is keressen máshol, náluk van csak ilyen izzó. Ilyen hosszú, vékony, ilyen csőizzó kellett nekem. Aha. 8 darab.
mondta, hogy életében nem hallott még, hogy valaki 8-at vitt volna, álmodom, hogy itt ilyen soros kiégés volt. Kaptál egy törzsvásárlói kártyát rögtön. Törzsvásárlói kártya, jövök, eltűnt, hozta a 8-at, nagyon elégedett volt, megkínált még hosszabbítóval. Mi ez a leoldós, hogy lecsap, ha áram van, vagy valamilyen, tudod, van ez a biztosíték. Túlfeszültségvédelme. Feszültségvédelmes hosszabbítóval kínált meg. Mondta, hogy ez nagyon kell, hát olyan haverok lettünk. De igaza is van. Egy órát, a villámokról 10 percet beszélgettünk. Nagyon jó arca. Őrületesen jó. Én imádom az ilyen szakmat. Nagyon szeretem. Villámcsapás volt a házba? Hát mondom, nem. Még lehet. Túlfeszültséges hosszabbító. Mondom, ez mire jó? Lekapcsol, hogy a tévé, felvásároltatta velem a félboltot. Nagyon nézze, nagy biznisz csinál. Nézze, nem olcsó, de gondolom a tévé többe volt, illetve a házi mozi rendszer. Na most, inkább ez menjen tönkre, mint a házi mozi, meg a tévé. Töredékárából megúszta az egészet. Ha jön a villancsapás, semmi sem véd meg, csak ez. Na, hát te is ott voltál. Eddig jut el. Én imádom őket. Utána felfedeztem a navos pénztárgépet. Hát ez egy újabb 10 perc volt. Mondtam, hogy kérem, mutassa be nekem ezt a kis szerkentyűt. Már NAV-hoz bekötött rendes high-tech, ilyen kommunikálós, ilyen nagyon lapos high-tech pénztárgép. Ilyet sem láttam még. Akkor ők jó forgalmazottól voltak ezek szerint. Ezt tudod szállítani. Igen, mondom, ez működik. Mondd, hogy ez működik. Elmondtak azt, hogy működik, hogy van bekötve, milyen jeladó, mit kell figyelni. Mondom, nagyon. Nagyon megszerettük egymást. Lehet, hogy ma visszamegyek kicsit. Úgy bemegyek, viszek egy lángos neki, beszélgetek vele, elmond még ott valami blankolatlan vezetéket, aztán majd eljövök. Na, jó, csak egy kávét akartatok inni, rosszájtok vettetek. Igen. De nem sokkal jobb ilyentől vásárolni. De, én ezeket egyre jobban keresem az ilyeket, meg egyre jobban utálom az ilyen nagy high-tech multikat, meg nem tudom, tehát azért mentem ide. Megnéztem Budaörs világítást, bementem, eleve szeretem a Budaörsöt, az egy jó rész. Úgyhogy én imádom egyébként, mert idő után egyébként veszik a lapot, de az első néhány percben belelovalják magukat, és olyankor sok fontos információt is mondanak. Most nem régiben voltam, egy vagy két héttel ezelőtt voltam, egyébként nagyon megbízható és jó minőségű fejhallgatónak a javítása kapcsán, amikor a megbízhatóságát egy kicsit kikezdte az, hogy Virág is tudja használni, illetve használja előszeretettel, meg néha elesik benne. Kácsáéknál voltam, ők profik, ott javítottam meg, vezetéket csatlakozok minden hegyekben, és bemész, és a szakértelem. Felteszel egy kérdést, és én ilyenkor már csillagos szemmel várom, hogy mikor hát, kezdődik, mikor ér véget, és hogy milyen plusz információkkal gazdagodok. Amit még nem tudtál. Igen, csak egy idő után ők azért veszik a lapot, hogy itt van a hülye gyerek, aki, hogy hívják, aki ingyen meghallgat egy kis adást a vezetékek csatlakozók és elosztók világáról. De imádom őket hallgatni. Csillogó szemmel beszélnek róla, örülnek neki, ha bemegy valaki, és végre válaszolhatnak. Igen, csak egy után elfogynak az okos kérdések. Okos válaszból van bőven, de hát ugye... Akkor, olyankor a válaszból szűrél ki valami újabb kapaszkodót, és akkor az dob be megint. Hogy említetted az előbb azt, hogy az aranyozott kábel, na és igen, akkor mennyi az ellenállása? De nyilván van ennél is jobb, ugye? Ugye, nem följebb menni. Nem ez az ötvözet az, ami a legkevesebb oxigént tartalmazza, ugye? És ennek pont az ellentéte ez a nagy múlt is, én a karácsony előtt mentem be, televíziót anyukámnak kellett venni, oda megyek, ott végre arra jött valami gyerek, mondom, jaj, de jó, hogy itt vagy, beszélgessünk, mert én nem nagyon tudom, hogy mi van. Hát ő nem ért hozzá, mert a másik osztályon van, mondom, az is jó, mert kell neki venni vasalót is. Mondta, hogy azt se kérdezek, mert csak egy hete van ott. Hát mondom, igen, sokra. Azt utálom azért nagy hiperekben, hogy tudod, beláthatatlan embermennyiségben, meg távolságban nincs olyan ember, akireket tud segíteni. Tehát amikor nem kell hatam annak körülötte, amikor odaérsz a lámposztályra, és kérdél segítséget, vagy mit tudom én, a csempe osztályra, na akkor 10 percig megy a kajtatás, mire találsz valakit, aki átirányít valakihez, akinek finja nincs. Igen, arról, hogy egyébként mit szeretné. Odajön valamit, ott belekolbászol, unottarccal azt mondja, hogy nincs. És ott hagy. És állsz a 16.000 négyzetméteren, tudod, 50 méteres belmagassága, nagyon kicsinek érzed magad. És tudod, hogy esélyed nincs megtalálni azt a csaptelepet, aminek az elejét le kell cserélni, mert vízköves, vagy nem tudom. Igen. Szóval, hogy jók ezek a kisboltok. Elromlott, vegyél újat. Nekem ezt nem mondja. Tehát, hogy olyan nincs. Nincs. Tehát, hogy én egyszerűen nem szeretnék újat venni, én meg szeretném csináltatni a másikat, ha egy alkatrészt kell benne csak kicserélni, és azáltal újra használható lesz, én azt akarom, hogy mondja meg, hogy mi az az alkatrész. Ne azt mondja, hogy vegyek újat, mert hogy az olcsó. Aha. Nem. Na hát neked akkor ez a világítás technikai szakküzdet. Ez ha arra mész, mit tudom, hogy terveztek egy vártúrát, vagy van ott valami cukrászda. Csak nézzél be. Csak nézzél be, egy 10-15 percet ott kettő kérdéssel el leszel. Leragadunk ott, ezt megvan a szombatunk. Igen. Kezedben nyom meg a virágkezébe egy blankolatlan vezetéket, fölteszel a 8 kérdést, már hoppeli szállt a délután. Tehát, hogy nagyon ráérősek, nagyon, nagyon kedvesem.
Nagyon kedvesen segítenek. Én is egyiket javítgattam tegnap, neki és a futópadnak, mert volt egy kis probléma vele, és hát általában meg szoktam tudni javítani rajta az ilyen problémák, de eltolódott egy kicsit a szalag rajta, és akkor némi csavar módosítgatással ezeket a dolgokat így helyre lehetett hozni. Igen ám, csak most túlhúztam valamit benne, recsen és roppanás, oké, vége volt. Le kellett szednem a burkolatot, nekiálltam, és megint azt tapasztaltam, ami nyilván a fogyasztói társadalomnak egyik sajátossága, hogy egy fém csavar és egy fém alkatrész közébe raknak egy műanyag alátétet. Hogy törjön el. Hogy minél többet húzgálod, annál jobban ugye leamortizálódik a dolog, törjed el, és vidd el, és javítasd meg, és vizes ért a X összeget. Tehát, hogy engem ez megmondom őszintén rettenetesen idegesít. Az, hogy de a futópadunkon ugye elromlott egy kis alkatrész, de egy bagatell nevetséges, pár forintos alkatrészről van szó nyilvánvalóan. De hogy egy fém csavar, meg egy fém eszköz közé berakjanak egy műanyag alátétet. És direkt? Érzed, hát, ugye, Feri, én élek a gyanúperrel, mert aztán én megoldottam két tízes anyával, igen, érted? És akkor onnantól kezdve valószínűleg ez jó is lesz egy 10 évig még. De hogy miért? Hogy miért könyörgöm? Tehát, hogy hát megveszel egy nem is olcsó berendezést, nem? Igen. És akkor elviszed, megjavítatod, és akkor alkalmasít, hogyha nem értesz hozzá, hányan fognak neki állni leszedni a burkolatot, és aztán javítgatni. Nem. Felhívják a forgalmazót, felhívnak egy szervizt, és akkor elviszik a szervizbe, vagy a forgalmazó kicseréli neked, hozza be, igen. Ráadásul egy ilyen eszköz nem is könnyű mozgatni, igen, de hogy tényleg, tehát hogy miért nem lehet, tényleg fém és fém közül, miért nem lehet egy fém alkatrészt berakni, miért műanyagot, illetve de, hogy nem, persze, értem, köszönjük. Hogy ne nyikorogjon azért a fém, igen, tényleg, és ez a csíkorgás. Igen, az a csúnya csíkorgás. Na mindegy. Na minden, gyerekek, hétvégén veszek egy lottószelvényt, úgy döntöttem. Nagyon jó. Valahogy jó, mert állandóan itt van a fejembe ez a lottó. Mindig megnézem mostanában a számokat, mindig meg most valami 29, 39, 49, valami ilyen szám. Tehát nyertél volna. Azzal nem, azzal nem. Ismerősek számodra használod is ezeket a hétköznapokban. Igen, igen, szeretem őket szimpatizálni. Teszek egy kísérletet, gyerekek. Jó, jó, kíváncsian várom. 2 milliárd. Hát most mit tudom én, csak úgy, hátha. Ilyen számokkal nem lehet, hogy 29, 39, 49, tehát egy ember nem jelöl meg. Hát, de valahogy azt érzem, hogy mintha valami most ott teremne. Hmm. Sokszor eszembe jut. Én életemben egy szelvényt nem töltöttem, azon kívül, amikor itt egyszer közösen töltöttük. A büdös életben nem. Basszus, 3 pont mellette volt. Na, annak pont annyi az esélye. Igen, hogy... igen, 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 igen. Egy 10 millióhoz, vagy mennyi? 20 millió, az egy a 100-hoz? De, nem, hogy nem, Jani mondta tegnap előtt. De egy a 44 millióhoz az esélye. Így van, ilyen, tehát ilyen, iszonyat ilyen, nagy. Tehát iszonyat szórás kell, de nem tudom. Érzed most, hogy bizsereg? Meg, vagy csak az akarat ez a 2 milliárd. Vagy azt mondod, hogy meg is lehet a 2 milliárd. Nem lehet meg. Akkor minek az ezzel? Teljesen egyértelmű. Teljesen egyértelmű, hogy a büdös életben nem fogok nyerni. Kinéztél valami horroráró ilyen spotlámpa rendszert? Igen, világítás technika boltba? Tegnap a világítás technikából rábeszéltek egy olyan rész hosszabbítóra, egy ezüst foglalatos, nem tudom, aranygombos hosszabbítóra. Nem, csak úgy eszembe jutott, hogy úgy mostanában mindig úgy megnézem, hogy mik a számok, mi az, amit tudod, úgy bejöhet, megtettem volna azt a számot, amit kihúztak, volt-e ötös, most úgy valahogy így kicsit úgy elkapott a hév. Jó, hát csinál csak, persze, kell oda be a pénz. Persze, tömjebb őket. Ja, igen. Így sincsenek eléggé tele, igen. Nem, így tudom én, egy 4-es kitöltök, egyet nem találok, rájövök, hogy jó, Bali, ez nem a te karmád, ez a lottó ötös, és akkor odébb állok. De legalább az esélyt megadod magadnak. Valahogy megpróbálom. Hol lehet ilyet szerezni? Vállottózóban. Ott van, általában. Nincs interneten, nem tudok kitölteni? Nem. De persze, meg van, SMS-ben is tudsz küldeni. Azért, mert nem magad sorba állok. Csak feeling nem az igazi. Igen, be kell menni egy ilyen klasszik. Bemész, és akkor ott feladod. Udvariasak, kedvesek. Teljesen itt a lemész rögtön, itt az aluljáról nálunk Népligen, ott is van. De mi legyen, kedves saját hölgyek szám? Ezt mindig úgy szeretem, saját számok olyan, mint Észak-Magyarország. Oké. Okay. Legyenek cirill betűk, vagy mi csináljuk? De hagyjam a gépet? Ne! Figyelj! Ugye ne, a gép ne manipuláljon ne engem. Gép, engem ne nem, gép, nem, nem, nem. De hát a gép ott tud valamit, amit mi nem tudunk. És akkor gondolkozni, születési dátumok legyen az. Vannak fixel, van egy-két szám, amit szeretek. Hát akkor a fixekkel kell játszani. Az a legjobb, mert ha arra rákapsz, akkor életed végig csinálod, mert ha egyszer abba hagyod, akkor biztos, hogy a jövő héten azt meghatározó, meghatározó napok, pillanatok az életedben. Mikor indult a Balázsó? Hónap, nap? Kérlek szépen, ez 2003. Na, szeptember. Akkor meg tudod tenni ugye a 20-at. Meg a 9-3-at. Igen, 9-et. 9. De szeptember nem tudom hányadik, 11 évvel ezelőtt indult. Aha. Na, akkor már ott a 11 is. 11 évvel ezelőtt. Nagyon jó számok. Tehát minden a Balázsó köré. Mikor indult, mikor ért véget, hány éve indult, hány szereplő volt, igen, és hány évig csináltam. Nagyjából meg vagyok egyébként. Igen.
Valaki nyert már a hallgatók közül ilyen SMS föladással, mert soha nem hallom. Ugye mindig az, hogy kihúzták az ötös, nyert az ötös lottó, egy Mété Abba új szántói, hogy hívják, lottózóban adták föl. Hogy soha nem hallottam még olyat, hogy valaki SMS-ben lottózott és nyert. Nekem eszembe nem jutna. Az interneten keresztül már adtam föl szelvényt, aha, mert hogy lecsúsztam a normál feladásra, de én a normált szeretem. Tényleg, annak egy van jó, egy hangod, bemész, ott sorbálsz egy kicsit, veszel mellé egy sorsegyet. Uh-huh. Látod a többi lúzert, te igen, is úgy érzed magad, tudod, hogy ti se nyertek, én se nyerek, fogjunk össze, srácok. Tudod, az egésznek van egy ilyen kollektív hangulat. Adsz borra valót, pénzszerzel, hogy kicsit többet adtál, visszakéred a felét. Olyan jó. Igen. Enzi Sános egy 20-as tit hegyott. Jó, hát akkor 10 forintot. 10 forintot kérek vissza. De ez egy 20-es. Igen. Na mindegy, jól van. Akkor megteszed tétjeidet? Nem tudom, most csak ez eszembe jutott, hogy mondom, kacérkodom. Kacérkodom ezzel a dologgal. Ha nyersz, akkor tovább maradtok tájföldön? Tessék? Akkor tovább maradtok kint? Akkor kiviszem a stúdiót is. És akkor... Ja, akkor minket is kiutaztam. Akkor kitelepülés van. Ti is jöttek, kitelepülés van. Ne roncsd el, ne roncsd el, szép. Üvegstúdiót is kivisszük, mindent megállunk. És most azért izgat a 2 milliárd, az összeg izgat? Tehát egyöt nem izgatott. Ez a 2, ez olyan szép. Aha. Annyi egyébként? Nem a 2 milliárd valahány százmillió. Igen, valahogy én is így emlékeztem. Nem se tudja, hát egyszer hülyéknek is lehet szerencséje, hát ha bejön, nem? Meg szűzkész szerencsét hoz, úgyhogy szerintem próbálkoz. Hol van már az a szűzkész? Ah, volt az már mindenben. Az a kéz, az már minden, csak nem szűz. Igen, az már olyan sok helyen járt, igen. Na mindegy, jó van. Na, fene se tudja, miért érzem ezt. Mi újság a játékunkkal? Hát, mi is elvesztettük a szüzességünket olyan tekintetben, hogy tegnap elbuktam, egy nagyon jó játékossal játszottam, aki végig darálta egy szuszra, lehet mondani. Már a passzivitás határán voltam, de ez azért, mert olyan szinten nyomasztó volt a fölénye pontosabban. Nagyon jó játékos volt. Igen, úgyhogy... tegnap meglehetősen erősen bedaráltak minket, aha, nem? Bizony. Úgyhogy 3-1 oda, ide. Igen, oda ne adjuk, 3-3-1-re megyünk. Meglehetősen erőszakos volt a tegnap játékos, illetve nyomult. Rámenős inkább. Rámenős. Hogy rámenős. Is mondjam ezt? Rámenősen játszott, igen. Nála elhittük azt, hogy tényleg készült rá. És hogy trenírozott valakivel. Egy cuccra végigdalta úgy, hogy egyébként értelmesek voltak a mondatok, teljes rendben volt az egész. Igen. Ilyen játékos ellen élmény veszíteni. Egészen jó volt. Szóval jót kéne valamikor hívni hétfőn, nem? Hogy mi volt a teszteken? Na érdekel, igen, most ez a dolog, hogy mi van a Red Bull-lal, meg úgy egyáltalán elindultak a tesztek. Ott konkrétan újra kell terveztetni az egész autót. Szegények, kicsit igen, hát túl gondolták, igen, a gépjárművet. Szűk helyre került a motor állítólag. Na, hétfőn rácsörgünk, hogy meséljen egy kicsit erről. Jó, nem? Hogy mi a helyzet? Ma már nem, mert tele vagyunk mindennel, de hogy hétfőn fölhívhatnánk. Így van. Végre változik a Red Bull előny, vagy magához tér a Ferrari, vagy valamit mondjon már, amitől majd újra kell, van kedven Forma 1-et nézni. Az autójuk az gyönyörű lett, ettől függetlenül, hát kívülről az jól néz ki, csak hát ez nem egy szépségverseny, de nem túl hatékony. Uh-huh. Problémák vannak vele, állítólag a Mercedes meg a Ferrari viszont hasít, gyűjtik a kilométereket rendesen. Tényleg? Igen. Viszont a Red Bullnál most áll a bál. Ja, hogy emiatt, hogy kicsit elszúrták a konstrukció. Igen. Na végre. Ha meg lehet is kiabálni érte, hogy mindjárt indul a szezon, neked meg még nincs kocsid, és ezt azzal játsszák, ezt a játékot. Ez kemény. Na jól van. Okay. És hát ott van a hét híre, vagy a hónap híre. Ez egy fél mondatot mondjuk róla, bár már beszéltünk róla, hogy megkezdték Mihály Schumachernek az ébresztését. Elkezdték a fájdalomcsillapító mennyiségét csökkenteni, és egy szép lassú az folyamat altató, lesz, nem? Igen. Nem. Fájdalomcsillapító csökkentik, igen? Igen. De attól ébred fog neki fájni, előbb-utóbb. Hát én nem vagyok szakember, de fájdalomcsillapító csökkentésről szólnak a hírek. Aha. Én tegnap még altatót olvastam. Nem, az nem altató, fájdalomcsillapító. Jó. Oké, csak kérdeztük. Úgyhogy mondom, tehát hogy szerintem ez mindenképpen egy szenzációs hír, állítólag jól reagál rá, én nem tudom, hogy ez konkrétan mit jelent, de most kérték a sajtót is, meg a rajongókat is, hogy egy picit visszafogottabban. Nagyon jó. Hát ezt kérik, mi volt az a dolog meg. Na jó, van, lehet jelentkezni játékra. Jó, SMS-ben egészen nyugodtan, aki érzi így a hétvége felé még magában az erőt, hogy esetleg legyűrne bennünket, nyugodtan tegye meg. Kaptam egy ilyet kislány, egyelő Karolina. Karolina, te ennek nem örülszem még a kislánynak. Hát azt hiszem, hogy meg kell szoknom. Figyelj. Úgy tűnik, hogy nincsen más választásunk, tehát ez már rajtam marad.
Figyelj, itt van 6 hírszerkesztő, mindenkinek van neve. Te ezzel a kislányjal abszolút ki lettél emelve. Tehát vannak a többiek, és vagy te. Gondolj így. Ez egy márkaépítés, egy brandépítés. Dögunalmas lenne, azt mondanám, jön a Karolina. Nem? Meg jön a Eperke, meg jön a Jucika, meg jön a Mancika. Nem? Hát mindenki tudja a nevet, Klára. Nincs. Igen. Karola, hidd el, hogy abszolút tudom. Hidd el, Karola, hogy abszolút megegyeztem a nevet. Én is. A kislányod sokkal jobb. Így van. A többiekről azt tudja, hogy kislányok vagy kisfiúk. Úgyhogy jönnek a hírek, 7:30 van pontosan, mi pedig jövünk a hírek után. Hello mindenkinek, 10 perc van pontosan, 7 óra, jó reggelt. Pilis Csaba, ónos eső, tükörjég, mindenki vigyázzon. Kiskunhalason tombol a szél, nagyon hideg van. Az utakat inkább hagyjuk, ez Gugu küldte. Debrecen Püspökladány között jég és rendőrmente Szabi. Ja. És Szombathely és Rum között a 87-es út, jó járható, szép napot Tamara. Annyira nem vészes egyébként. Olyan sok helyen nincs ónos eső. Vagy még kevesen indultak el, de nincs arról hír, hogy nagyon csúszna. Szombathely közeg utak és járdák ónos esőtől jegesek, életveszélyes, mindenki vigyázzon magára. Szép napot írja Viki, pont az ellenkezőjét állítva annak, amit mondok. De ahhoz képest, amennyi SMS szokott jönni közlekedésére kapcsolatban, viszonylag kevés van, úgyhogy nincs olyan nagy dráma. Látom, a kislány egy olyan cikkből dolgozott, amiben nyugtatót írnak például Schumacherrel kapcsolatban. Hát ott abban a cikkben azt írják, hogy a nyugtató mennyiségét csökkentik, és így ébresztik. Én meg egy másik cikket olvastam. Elnézést kérek mindenkitől, akit ez zavar. Mondtam én, hogy altató. Nem, Feri mondta egyébként. A fájdalomcsillapító. De hogy én meg egy olyat olvastam, amiben érzéstelenítőt írnak. Aha. Én azt olvasom ugye, hogy mély altatásban tartják, tehát az altatót adagolják. És ahogy az altató adagját csökkentik, így elkezdik fölhozni a felszínre. Hát nyilván fájdalomcsillapítót, ha vannak fájdalmai, kell neki adni. Tehát szerintem az altatásnak a mélységét csökkentik. És a mély altatásból elkezdik, csökkentve a dózist, fölébreszteni. Vagyis egyre kevesebb és kevesebb altatót kap értelemszerűen. Hát nyilván totálisan laikusként. Doktor úr, legyen kedves. Igen, teljesen laikusként mondom, de hát nem tudom. A lényeg, hogy reagál, szóval, hogy tök mindenki igen, mit adnak legyen, neki, vagy legyen, nem. Legyen egészséges. Igen, a lényeg, hogy reagál, és jobban mint persze. Amilyen régen volt. Na. Oké, nézzük meg akkor, jó, hogy ki a ma reggeli játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Na, végre egy lányjátékos. Hello, Margo! Hello, hello! Hello, honnan hisz minket? Pápáról. Na, Pápáról. Mi van ott, Pápám? Mit csináltok? Mi raktárba dolgozunk, munkaruhával foglalkozunk. És már bent is? 7 óra előtt? Már rég. Hánykor kell kezdeni egy ilyen raktárba? Mi van on? Hát mi 6-kor kezdünk, de van, amikor már 5-kor itt vagyok. De az csak úgy önszorgalom, vagy behív a főnök? Hát önszorgalom, mert muszáj. Aha. Az kemény. Hát igen, mert 6-kor már kiadhatsz ruhát, azt mire bepakolják, elviszik, 8-ra ott hát kell vele lenni valahol. És meddig vagy? Hát amíg van munka. Nem ha úgy van, kettői. Igen, ja, hogy 2-3, tehát reggel 5-től 2-3-ig. Hát igen, van, amikor 4-ig, akkor. A mindenit, az kemény. Van valami kis kollektív segítség ott neked, vagy most egyedül? Hát mentek most a szomszédba, most egyedül hagytak. Ja, tehát nincs egy ilyen lelki támogatás, hogy ott állnak melletted. Nincs, már így is izgulok. Csúrják a váladat, masszíroznak, és csinált ki őket, Margó. Mindenki ott hagyott, mi? Igen. Vagy átmentek a másik helyiségbe rádiót hallgatni. Igen, igen, igen. Hát akkor most így kellemetlen lesz kikapni, nem, Margo? Hát nagyon. Főleg, hogy már egyszer játszottunk. Na, tényleg? És mi történt? És kikaptam, és kérdezted, hogy Margo, te vagy? És akkor mondtam, hogy igen. Jaj, Margo. Ilyenbe beugrani. A sors kevés embernek ad egy újabb esélyt, úgyhogy ezt nagyon meg kell becsülni. Próbálj megnyerni, hát ha most összejön. Hát megpróbálom. Jó? Kivel szeretnél játszani, Margo? Veled, Balázs. Kivel játszottál a múltkor?
veled van. Hát akkor miért nem hagysz engem? Azért végig? Vissza. Hát, ez egy visszavágó. Ja, hogy ez egy, na, imádom a visszavágókat, bár viszonylag ritkán van erre esély, hogy valaki kétszer játszon, de akkor legyen ez egy visszavágó, jó? Nekünk nincs vesztenivaló Margó, úgyhogy nem fogok teljes erővel játszani. Az nagyon jó. Jó? Hát viszont Margó igazán nem győzhet, mert hogyha most ő győz, akkor csak egy-egy, viszont ha veszít, mélyebb a válság. Igen, hallod? Tehát még el sem kezdtél játszani, már megfejtettük, hogy ebből nincs kiút. Tehát jól nem jön. Nagyon kedves a Jani. Most nullára tudod csak hozni. Igen. Figyelj, ajándékcsomagod lehet, úgyhogy gondolj arra. Jó. Jó? Csak egy-egy van, aztán nem is kell döntőt játszani. Na jó. Margó. Okay. Margó. Felszívtad magad, Margom? Hát igen, próbálom. Na jó. Igen. Jani, hú. Kezdődjék a nagy visszavágó. Nem irigyellek, Margó. A Madison Square Gardenben. Ali Fraser visszavágó. 64 Madison Square Garden. Mehetünk? Mehetünk. Hú. 3, 2, 1, fire! Na. Szia, Balázs! Szia! Hívhatlak Balinak? Balinak? Szereted? Szeretem. Nincs vele biztos? Bajom. Biztos. És amúgy hogy vagy? Jól, köszönöm. Jól vagy? Jól. Készültél erre a játékra sokat, Margo? Fú, nagyon. Vagyis nagyon. Na. Nagyon. Ittál már kávét, Balázs? Ittam, köszönöm. Hozol milyen egyet? Milyen kávét ittál? Feketét. Jaj, de hülye vagyok. Hát, Isten, de menni! De hülye vagyok. Nem hiszem el. De ezt nem hiszem el. Adja is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. A fekete, de konkrétan nem volt a tudattára ma, hogy ez nem használni, vagy nem mondható ez a szó. Hát ez nagyon jó volt. Margo, gratulálok, ez zseniális volt. Hát ez zseni volt. Köszönöm. De már éreztem a kávénál, hogy és miért. Három év után benyalni egy ilyen ócska trükköt, te jó Isten. Na most már végre nyugodtan fogok aludni. Szép volt, Margo! Köszönöm szépen. Hát de jó volt. Milyen fej a fehérben. Jézus, atya, úristen. Hát ez, nagyon, hát ezt kifundáltad, ezt előre fölépítetted. Igen. Ugye? Igen, muszáj volt. Láttam, hogy itt kész koncepcióval álltál elénk. Isten, ez mint az első játékom lett volna. Jó, Margo, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag, küldjük neked. Nagyon szépen köszönöm, és szép napot nektek. Ne feledd, még így is csak döntetlen. Tudom, majd még úgy is hívlak benneteket. Ott fut a gyáva, ott menekül a gyáva. Jó, van, ügyes vagy, küldjük az ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok! Ciao, szia! Hello, hello! Gyerekek, hogy kicsináltad? Ez nagyon kevés hallgató megy erre rá. Hogy besétáltatott? Milyen? Tehát fekete, milyen? Mondod, milyen hülye kérdés, hát, hogy miért? Hát mi barnát, vagy miért pirosat? Hát persze, hogy feketét. Hát. Milyen? Jó, így akkor most mennyi? 3-2. Na, gondoljunk erre, nem? Persze, nincs ezzel semmi baj. Margo, egy ilyen tiszavirág életű kis győzelme most... Persze, hadd örüljön most. Persze, ott fut a gyáva, hadd menjen, hadd örüljön. 3-2? Igen. 3-2. Tehát? A hét a miénk. Ennyi. Ez számít? Ez. Na, ugye? Csak ez. Csak ez. Beleférnek botlások. Múlt héten mennyi 5-0? Na nem, múlt héten kikaptunk 3-2. Ja, akkor most hoztuk, ajaj. És előtte való hét volt az 5-0. Igen. De az évben rendben vagyunk, azt hiszem 3-1, vagy valami ilyesmi. Igen. 2-1, nem tudom. Meg csak a győzelmeket számít. Ennyi. Tehát ahol kikapunk, azt nem. Na, egy reménytelen kísérletet teszünk a hírek után arra, egyfajta nem is tudom miből, hogy megértsük az amerikai futballt, mert hogy ugye, hát Super Bowl döntő van, ha jól tudom, talán vasárnapról hétfőre virradó éjjel. Uh-huh. Ugye? És Faragó Ricsi, drága jó Ricsink, aki ugye hát sokszor állította már meg a házban, hogy magyarázza el a szabályokat, mert egyházban laktunk, kint van már a helyszínen. És most adsz neki esélyt, hogy végre elmondhassa, mert igen, mindig ott hagytad egy fél perc után. Ricsi van a Super Bowl, na az úgy kezdődik, jó, köszönöm. De most megpróbálja elmondani, meg egyáltalán, hogy mekkora őrület van most Amerikában. Ugye hát ez náluk a Super Bowl, az felér nálunk, nem is tudok olyan eseményt mondani, ami Amerikában egy Super Bowl-al él föl. Szóval, az elnök választás. Az elnök választás, igen. Kint van a Super Bowl döntőjén, és felhívjuk őt Amerikában, hogy egy kicsit meséljen nekünk. Hát a szabályrendszerről ne sokat, mert azt nem fogjuk tudni ennyi időt megérteni. De cirkuszról, kilép föl, mi van, hogy készülnek, hányan nézik. Na, Ricsi, mi is ez az amerikai foci pontosan, aztán elmegyünk kávét. Csak beszél. Ricsi, 10 perc alatt a szabályokat akkor magyarázz el, igen, addig iszunk egy jó kávét. Fél perc reklámot most 4 millió dollárért lehet megvenni. Fél percet egyszer. Azért ott egy Morning Show reklám, nem? Aha, hát igen, csak kevesen értik a műsor. Hozna, hogy hallgat.
hát neten hallgathatnának minket. Igen, 4 millió dollár egyébként a közvetítés alatt, döbbenet. Hmm. Na, szóval, hogy Faragó Ricsit, a Super Bowl és az amerikai foci minden tudóját hívjuk a hírek után, hogy meséljen nekünk erről a számunkra kicsit titokzatos világról, nem? Hogy mi is történik kint Amerikában. Ezzel jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek. Valaki azt hívja, népbutítás a zónos eső. Ez így van. Győrtől Budapest felé nem esik, akkor nem csúszik. Másút se. Igen, ha ott nem, nincsen sehó. Na most, igen, szóval, hogy hát a zónos eső az olyan, hogy van, ahol igen, van, ahol nem, ugye? Az eső se esik mindig mindenhol. Igen, hát fura, azért vannak hibái az esőnek, de talán ne legyünk ennyire szigorúak a többi hallgatóval, akik bátorkodtak megírni, hogy hát náluk csúszik az út. De én is elnézést kérek, amiért reggel túljátszottam egy kicsit a közlekedést, a busz megállóig, és össze-vissza csúszkáltam csak úgy a saját szórakoztatásomban. Ugye? Igen, szóval, hogy igen, a népbutítás az talán kicsit szigorú, esik, csak ugye nem mindenhol. Pilis Csabán sincs jég az úton, nem csúcik, míg a környékén se, csak max a járdák, ezt Andor a szállító küldte nekünk. Csepen a Szent István út 232 előtt az általános iskolát közterület felügyelők büntetik a szabálytalanul megálló szülőket. Tartsa be mindenki a kreszt, és használják az iskola melletti parkolót. Üdv Rolin. Zsoli, nem tudom, kivel ért egyet az SMS alapján. Szerintem a közterületesekkel. Közterületesekkel, igen. Jakab Szállás Oltvadkert, közhóátfúvások üzente Gyula. És odakün ónos eső esik, csak nem tudjuk, hogy hol van az az ügye, odakün. Ügyes vagy, Margó, jó volt a kávés trükk, írja egy hallgató. Jó, hát. Igen. Rohadt nagy jég van, a falunkban nincs tömegközlekedés, buszok az árokban, Balaton, Főkajár és környéke, szintén ónos eső által sújtott terület. 87-es főúton Kőszeg-Szombathely között embertelen az út. Ónos eső ráfagyott a jégre. Ugye? Hogy akkor azért van ónos eső. Igen. Bizony. Dunaújvárosban a 62-es úton a buszok nem közlekednek, és Tatabánya Székesfehérvár jól járható, de helyenként tükörjék. Gánt, Kőhányás és Székesfehérvár Zámai között egy-egy autó az árokban. Ez 6 órakor jött. Igen. Na ez a helyzet. És egy nagyon fontos információ. Tarlós István főpolgármester péntek reggel a smogriadó tájékoztatási fokozatának megszüntetését rendelt el. Megúsztuk. Bement reggel? Ránézett a műszerekre. Igen. Kérte a reggeli kávéját és egy tájékoztatást. Így van. És azt mondták, hogy engedd el. És úgy döntött, hogy két cukorral van, ahogy szoktam. Igen. Ja. Akkor fújjuk. Szüntessék meg a tájékoztatást. Jött szél, vagy kifújták a várost? Vagy ez így mitől? Há, igen. Ez csak tisztul a levegő, vagy a felső lég. Igen? Így van. Na jól van. De örülünk. Örülünk ennek akkor, hogy nem kell figyelni egyelőre a matricákat. Na, Super Bowl, hát ez... Igen. Szóval, hogy a dolog érdekes, mert hogy... Hajrá egyik nagy, magad másik! Igen, egyrészt fogalmunk nincs arról, hogy mi történik odakint. Másrészt, hogy baromi érdekes, hogy tényleg az amerikaiaknál ez egy nemzeti ünnep, Super Bowl döntő, vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, 100 milliók nézik a tévében, de rengetegen fagyoskodnak a helyszínen, dollármilliókért adnak el 20-25 másodperces reklámot, és hát népünnepé van. És lehet szeretni, vagy nem szeretni, minden esetre egy kicsit lehet irigynek is lenni, szerintem, hogy nekünk nincs ilyen, nem? Szóval, hogy oké, hogy nem nézzük, meg nem szeretjük, de hogy ami ennyire összekovácsol egy nemzetet, és megnézi 150 millió amerikai a tévében, és mindenki ezt várja, és erről beszél, ezeket lehet szeretni, hogy vannak hagyományaik, és van egy ilyen sportjuk, ami ennyire lázban tartja az országot, nem? Összetartja őket, és ha szereted, ha nem, valahogy oda keveredsz a tévére, és megnézed. Itt nyilván a magyar lakosság 0,003%-a követi ezt nyomom. De mégis érdekes, hogy van egy ország, ahol ez egy ekkora ünnepség. Állítólag 1 milliárd nézője van. Tehát, hogyha világszerte nézed a dolgot, mert ugye vannak olyan országok, ahol ezt ismerik, meg van mit Amerikához kötődés, 1 milliárd ember nézi meg a döntőt. Az kemény, nem? Ott állni. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. 1 milliárdat. Igen. Nem is tudom, hogy van-e valami, ami nézettebb az amerikaiaknál egyébként. Sportban nincs. Hogy ugye, hogy sportban, nincs, tehát hogy mi az, ami mondjuk ezzel tud itt betélkedni, hogy lenyomja a Superbolt. 1 milliárd ember világszerte? Igen. Jó. Aha. Isten! Jó lenne, ha csak 3 dolgot értenénk belőle, nem? Ugye? Tehát most el kell mondani 3 szabályt, azért bajban lennénk. Tojás alakú a labda, 1. Jó, az oké. Okay. Igen. Az a szabálykönyvben benne van, miért? Milyen alakú? Kerek vagy tojás? Tojás, tessék. Nagyjából ennyi. Második.
Jó szűk lehet az az állat, aminek átmegy a kloákáján, az ha az tojás egyébként. Kicsit a végét elcsípte. Itt a vége fucsa. Második szabály? Területfoglalásra megy, aha, ennyit tudok. Igen, valami yardokat rohangálnak, igen, meg van ugye a touchdown, amikor valaki odavágja magát, és a kezében aha van a labda. Ugye homerun, hazafutás. Az a homerun. Na, az is van. Már hármat már jó, tudom. Jó, de amikor azért ezeket szabálynak nem kéne. Nem, de hogy így nagyjából így. Területfoglalás, hazafutás, egy körülbelül ennyi, ennyit tudunk. Van kapurarugás is benne, úgy emlékszem. Az a büntető, nem? És ezt miért adja? Hát a büntető annak, aki kapja a gólt. Azt sose hagyják ki, azt észrevettétek, hogy ezt mindenki mindig belövi. Tehát mi értelme, ami nem adják oda a pontot. Nagy kapuba berúgni. Tehát abba még te is belelövöd fel. Az simán. Nem? Még hátrafelé is. Hát azért mondom, hogy sok értelme nincs. Dobtatok már egyébként ilyen labdával? Én rúgtam is ilyen labdával. Én nagyon jó. Nagyon jó. Én egyszer láttam a Intersportban. Nem volt leértékelve, így nem vetted meg. Nagyon jó egyébként, ugye megvan a különleges technikája, hogy hogy dobod. Meg kell húzni. Igen, ugye, hogy csavarodjon a kicsit a levegőben. De hát nagyjából ennyi közünk van az amerikai futball. De most. Na de vagy most. Janet Jackson Melbimbóját láttam. Na például, Justin Timberlake-et értve. Én még sorolhatnám. Na de most gyerekek. Az elkövetkezendő néhány percen az az ember, akitől nem tudsz olyat kérdezni visszamenőleg 150 évre, amire ne tudna válaszolni, aki már most is ott van, aki interjúzik, aki a sztárok közelében van, és aki mindent tud az amerikai fociról. Faragó Ricsi, Ricsi! Hello, sziasztok! Jó reggelt! Hello! Figyelj, te pont jó erre... Jó reggelt, hát neked jó reggelt, hát én még le se feküdtem. Igen. Pont ezt akartam mondani, hogy te erre a hívásra vártál nyilván, hogy utána álomba tudjál szenderülni egy kicsit. Ott most 4:1, 4:2, hogy álltok? Kérlek szépen, 1:17 perc. Igen, akkor egy 4:1, 4:2 környékén. Hol vagy te most pontosan, helyileg? Én pontosan a Times Square-en, tehát New York Manhattan város részében tartózkodom egy hotelben, és itt várom valóban azt, hogy majd egyszer le tudjak feküdni. Igen. Hát előtte még jót beszélgetünk, remélem. Igen, hogy végre egyszer egy jót aludhassál, vagy végre egyszer már letegyük a telefon. Na, figyelj, majd belemegyünk a szabályrendszerbe, és egy kicsit magáról az ünnepségről, hogy ez mekkora buli ott kint, nyilván olvas az ember az adatokat, hogy hány százmillió ember nézi, hogy mennyibe kerül 30 másodperc reklám, de hát aki ebben nincs benne, vagy nincs ott, az nagyjából csak kapizsgálja, hogy ez náluk egy nagyon nagy népünnepé. Nyilván érezni ezt már ott New Yorkban is, ugye? Ez gyakorlatilag egy nem hivatalos nemzeti ünnep az Egyesült Államokban, tehát van ugye a karácsony, van a hálaadás, és van a Super Bowl, nagyjából ebben a sorrendben foglalkoznak az emberek a dolgokkal, de nem csak azok nézik ezt a döntőt, akik szeretik az amerikai focit, hanem ahogy mondtad, itt a televíziós közvetítésnek egy különös sajátossága, hogy én voltam Amerikában úgy, hogy nem dolgoztam még, hanem egy társaságban néztem a Super Bowl-t, és ott például azt vettem észre, hogy a hölgyek a meccset nem is nagyon nézték, viszont a szünetben ők voltak az elsők, akik helyet foglaltak, mert jöttek a reklámok. Tehát a legnagyobb cégek, azok itt mutatják be először a reklámjukat, és csekély 4 millió dollárt fizetnek 30 másodpercért. Hát hülyének is megéri, igen. Másodpercenként majdnem 30 millió forint. Atya úristen. Atya isten. Autógyárak, kozmetikumok, mi az, ami ilyenkor oda befér? Török, autógyárak, igen, kozmetikumok. Telekommunikáció az ott erőszakot. Akkor ilyen gondolom. Női fehér nem volt, tehát ezek a legmenőbbek, igen. Hát illetve idén nyilván egyéb batyút, így jár finom. David, amin. Nálunk megy egy reklám, Ricsi, ezt nem biztos, hogy tudod, igen. Nálunk is vannak érdekes reklámok. Figyelj, neked körülbelül mennyi idő volt, amíg ezt így 100%-osan megtanultad, vagy megértetted? Itt próbáltuk mi nem a szabályokat összetenni, kettő dolgot mondani erről a játékról. Nekem ennyi, tudom, hogy nagy rajongója, meg nagy ismerője vagy ennek a dolognak. Nálad többet erről itt Magyarországon senki nem tud. De körülbelül mennyi idő kell, míg az ember elsajátítja a szabályrendszert? Ezt folyamatosan tanulja az ember, tehát még ma is vannak olyan szituációk, olyan játékhelyzetek, amiknél egymásra nézünk a szakértőkkel, hogy most akkor ez tulajdonképpen a 300-450 szabályból melyik volt, amelyik most éppen alkalmazandó. De van olyan szituáció, kérlek szépen, amikor a mérkőzésen a játékvezetők is 5 percig beszélgetnek, hogy akkor most tulajdonképpen mi történt. Tehát rendkívül kimunkált szabályrendszere van, tökéletesen szerintem senki nem tudja, nem csak ilyen, hanem még az amerikaiak sem. Ezért van az, nem tudom, láthatok-e már olyat, hogy a bíró bemegy a pálya közepére, és elmondja, hogy melyik ítélet miért született. Tehát nem úgy van, mint a fociban, hogy
hogy na most én ezt így fújtam, és akkor úgy van, ti meg hülyék vagytok, hanem elmagyarázza, hogy mit miért ítélt. Tehát a játékosok sem mindig tudják, hogy hogy dönt a bíró, és akkor kapnak egy ilyen bírói magyarázatot, hogy azért van ez, mert így döntöttünk, azért mert. A játékosok is, a tévénézők is, a helyszínen, a stadionban is ki van hangosítva a játékvezető, és elmagyarázza, hogy mi miért történt. Azt a mindenit. Hát akkor ennek nem ma éjszaka fogunk, vagy vasárnap éjszaka fogunk nekiállni megtanulni. Szerintem az a lényeg, hogy gondolom az megvan, hogy egy ilyen tojás alakú bőrlabdával játszik. Egy ilyen túl dizájnolt rögbi az egész, nem? Jó, szerintem akkor az alapok már meg vagyunk. Na tulajdonképpen már meg is vagyunk. Hát azt hittem, ez ennél jóval bonyolultabb. Na jó, még fél percet van, Ricsi, na valamit a szabályról. Csak itt féltik a fülüket, vagy valami ilyesmi. Tényleg szépen hatalmas darab emberek össze-vissza szaladjálnak ezzel a labdával, meg dobálják ide-oda. Tehát nagyjából ennyi a játék, de nem. Tehát ezt az első ránézésre gondolja az ember. Aztán, ahogy szépen nézi a mérkőzést, rájön, hogy ez egy óriási taktikai sakjátszma, és többen ekkor szeretnek bele a játékba, tehát itt azért túl kell járni az ellenfélnek az eszén, és nagyon sokan azt mondják, hogy a legnagyobb csapatjáték ez. Tehát mind a 11 játékosnak tudnia kell, hogy abban a bizonyos játékban mit fog játszani a csapat. Ugye mondjuk, hogyha egy támadó sorról van szó, mert itt külön van támadó egység és védő egység a csapaton belül is, akkor az irányító, az a quarterback úgy hívják, a csapatnak az eszer, tehát ő mondjuk az európai fociban a Messi, aki összefog minden, és akkor ő elmondja a többieknek, hogy most milyen játék következik. Mind a 11-nek tudnia kell, és annak a játéknak megfelelően kell mozognia, mert ha nem annak a játéknak megfelelően mozog, akkor nem fog sikerülni az a játék. Ő az, aki bepucsít, és a lába között így különböző bábjeleket mutogat a többieknek, hogy a bal herén még jól van, azt nem rúgták. 2-es, 4-es, 3-as, balra egy, igen, hát mennek a kézjelek, igen. Itt elég sokan bepucsítanak. Ott a támadó falban bepucsítanak, de mögöttük áll egy csávó, aki nagyon okosan megkapja a labdát, és akkor úgy körbenéz, és általában ő az, aki ilyen 30-40-50 yardra eldobja a labdát. És ő a király, hogyha jó helyre dobja. Ő a quarterman, nem a Richard sem. Ők a legnagyobb sztárok. Figyelj, és azok, akik ilyen fülesben magyaráznak, azok kinek beszélnek és mit? Mert ott néha látni ilyen embereket ott a pályaszélén, akik ugye belebeszélnek valamilyen nagy fülesbe, hogy ők a játékosok fülébe füles van, és a játékosokat irányítják? Vagy mit csinálnak? Ezt a bizonyos játékost irányítják, ezt az irányítót, ő kapja meg az utasítást, mert neki mondják be, hogy melyik játékot fogja most majd megcsinálni, és akkor ő ezt a játékot továbbítja a többieknek. Tehát ez a kapcsolatrendszer alakult ki. Rövid, hosszú, szaladj. lélegez. Hát, körülbelül ennyi, tehát olyan 140-150 támadás variációja van egy csapatnak, úr, és hogyha egy betűt valaki elhal, vagy egy számot, akkor teljesen más irányba fut, és akkor az ellenfél szerzi meg a labdát. Na, akkor nagy baj van. Az miért van, hogy néhány játékos 130 kilós, és vannak ilyen kis pilinszka csávok, aki ilyen vékony lábbal hatalmas nagy ilyen ruhában ott rohangálnak? Tehát ők a sor végén álltak mindig, amikor az edzőtáborba osztották a nerobolt, vagy valami. Tehát miért van ez? Azért már nagyok ellögdösik őket a kajától, tehát őnek már nem jutott annyi. Egyébként ezek eszméletlen mennyiséget esznek. Most az egyik csapatnak ez a Denver Broncos és a Seattle Seahawks játsza a döntőt, tehát azért erről is beszéljünk. És ezek elmentek egy sushi bárba, hát nem nagyon laktak jól, és ilyen utána elmentek egy másik helyre, ahol ilyen hatalmas gifteket benyomtak, ilyen marhasülteket, tehát azzal végül is a támadófal embereit nagyjából sikerült jól lakatni. Hát a többiek meg ugye futnak az életükért, tehát a nagy darabok védik a kicsiket. A kicsik tudják, hogy el lesznek kapva az öltözőbe, és ezért nagyon-nagyon rohannak, mert ott olyan balhé lesz, hogy valamelyik nagy darab fekad, elkapja őket, ez 130 kilósak, hát akkora emberek, hogy az elképesztő. Hát ott fűremtelen, igen. Tehát az embernek kisebbségi érzése van. Ma találkoztunk egyébként mindkét csapatnak a játékosaival. Gyakorlatilag, amikor egy ilyen szekrénnyel beszélget, nem tudom, beszéltetek már szekrénnyel? Hát a Fekete Lacival találkoztunk többször is, körülbelül az, és akkor ugye az embernek úgy átjön az agyán, hogy úristen, milyen cicike vagyok, meg milyen kis kiszolgáltatott, és jaj, csak ne bántsam.
Figyelj, azt valaha megnézték már, hogy egyébként az egész közvetítésből, ami nem tudom hány óra, valójában, mert én bármikor nézek ki, ezek mindig vagy tanácskoznak, vagy megállnak, vagy nem történik semmit, egy tenisz vagy nézek. Vagy reklámot mutatnak. Vagy reklámot mutatnak, utána 8 másodpercig rohan egy manó egy labdával, vagy odaér, vagy nem, megint 10 perc. Megállnak és beszélgetnek. És megállnak és dumálnak. Tehát mennyi a valós játékidő mondjuk egy 180 perces, vagy egy 200 perces közvetítésnél? Nem lehet hát több, szerintem fél óránál. Nagyjából úgy 10-11 perc maga a konkrét játékidő, de azért tehát mondjuk nem kívánom nektek, hogy csak egyszer egy ilyen hústorony nektek szaladjon abban a bizonyos 11 percben, tehát az irtózatosan intenzív. És azt valaki kiszámolta már, hogy ebből a 11 percből hány percet, vagy hány percet keresztül mutatnak spandex gatyába a bújtatott férfi seggeket? Nem azt a 11 percen kívül mutatják. Szerintem néhány női nézőn már kiszámolta. Egyébként nagyon Magyarországon is nagyon sok hölgy nézi, és a mérkőzések alatt jönnek az üzenetek. Rengeteg hölgy és rengeteg kismama, akik ugye éjszaka fölmaradnak a csemetékkel, és hát unatkozva rászoktad az amerikai futballra, tehát rengetegen nézik. Igen, meg bíró itt a nosztalgiázva nézi a spandex gatyákat. egyszer volt neki is olyan fel. Én azt olvastam, hogy egy csomó amerikai azt csinálja, hogy megveszik a tévét hétvégére, megnézik a döntőt, és hétfőn, ugye mivel van valami gari vagy valami, visszaviszik, hogy azt a pár órát, amit ott ugye a döntőt ad, azt meg tudják nézni. És hogy mérhetően több sör, több csirkeszár, tehát hogy mindennek a fogyasztása megemelkedik. Pizza fogyasznak Amerikában a Super Bowl napján. Tehát hogy ez valami hihetetlen nagy ünnep ott. Ezt te hallottad? Nem tudjuk átgondolni, persze. Azért mondom, hogy át is éltem, tehát én voltam egy ilyen amerikai partin, és tényleg döbbenetes. Ugye a szünetben egy show műsor van, ahol most Bruno Mars és a Red Hot Chili Peppers fog föllépni, tehát direkt figyelnek arra, hogy ne csak az amerikai futball szerelmesei üljenek oda, hanem lehetőleg minden réteg, a legkisebb gyerektől a legidősebb nagymamáig ott üljön a tévé előtt, és nézze, és ezért van az, hogy a legnézett, 10 legnézettebb közvetítés az Egyesült Államokban bármilyen tévéműsort nézve a Super Bowl. Tehát a 164,1 millió ember nézte a tavalyi döntőt, csak az Amerikai Egyesült Államok. Atya Isten, felfoghatatlan számok. Hát azért a Wunderson se hozott rossz számokat, igen, de az be. Picit azért elmaradtunk, azt gondolom, pedig nem voltak rossz számaink. Nem jó. Hát, de ott voltunk, ott liegtünk a nyakunkban. Figyelj, ez is egy nagy trükk, Ricsi, ezt én nem tudom, hogy csinálják, hogy például ott játszanak a füvön, vagy ezen a műanyagon, vagy nem is tudom tulajdonképpen mi a borítás. Salakon. És egyszer csak betolnak egy színpadot, vagy azt ott a szünetben megépítik, följön a Madonna, letol egy brutál haknit egy brutál színpadon, és mire jönnek a játékosok, semminek semmi nyoma. Hogy ezt hogy hát csinálják? Igen, a helyszínen ez volt a legnagyobb döbbenet, amikor ezt láttam. Ugye mi a mérkőzés előtt bejelentkezünk, és akkor levezetnek ott egészen a pálya szélére, tehát ott állunk, és onnan jelentkezünk be a mérkőzés előtt. És ott láttuk, ott a színfalak mögött, hogy olyanok, mint a Lego kockák, tehát így össze van állítva minden, szépen összehúzalozva, és gyakorlatilag, amikor betolják ezeket a részeket, akkor csak össze kell illeszteni, és összeállt a színpad. Ez egészen pontosan 7 perc alatt állítják össze, és amikor lement a koncert, akkor 7, azaz 7 perc alatt bontják le. A Bruce Springsteen, amikor föllépett, akkor utána fölírta a saját oldalára, hogy ő úgy tudja, hogy 3 hónapig gyakorolták a színpadnak az összeállítója, hogy ez a 7 perces szintidő meglegyen. Olyan, mint az F1-ben a kerékcsere. Srácok, még 5 másodpercet tudunk javítani. Meg vagy színpad épül 7 perc, jön a Madonna, le egy színpadbont 7 perc, és mire játékosok, már nyoma sincs a Madonnára, meg senkinek. Tehát, hihetetlen. Hát ilyen óramű pontossággal még a Vidám vasárnap sem megy le. De itt 2 évig szedik szét a Vidám parkot, gondold el, ott meg 7 perc alatt mit csinálnak, érted? Egy komplett várost építenek fel. Most baromi hideg van ki, nem? Ilyenkor hogy játszanak? Vagy mi lesz? Mi az a helyzet, hogy sokkal hideg ebbre számítottak, legalábbis most már minden nap egyre jobb időt mondanak majd a mérkőzés időpontjára. Most már eljutunk oda, ugye azért érdekes ez a meccs, mert először adtak hidegéghajlatú városnak mérkőzést, ilyen szuper volt, úgyhogy nem fedett csarnokban játszák. Tehát nagy volt a cidri, hogy most itt hóvihar, meg mi lesz, de a hírek szerint ilyen plusz 6 Celsius fokban kezdődik majd el a mérkőzés. Tehát még az a csoda is megesett, hogy nem ez lesz minden idők leghidegebb szuperbólja, amitől nagyon sokáig féltek. Én nem bánnám, hogyha nem ez lenne a leghidegebb, mert
azt azért gyűlölöm, de hát mindegy, hogyha ha az lesz, akkor abban közvetítünk. De ti nem ilyen üveg mögött ültök? Tehát ti ott álltok valahol a pálya szélén, vagy az első sorban? Nincs egy ilyen külön kommentátori üveggel elhatárolt rész, ahol közvetítetek? De az majd le. Hát mondjuk ebben a stadionban még nem láttam, itt még nem voltam. Valamiért el lesz határolva, de általában azért kívül ülünk. Tehát szerintem, ha oldalról le is lesz fedve, azért érezzük majd a hideget, tehát ami bejön, úgyhogy... Puh. Az összes rendes ilyen zárt helyet eladták, ilyen $1 millió kellett fizetni a zárt, hogy hívják, páhoért, $1 millió. Igen, hogy ott látsál ilyen latex gatyát, ilyen spandex gatyás srácokat rohangálni, $1 millió azért kifizetni, de fűzőbe rohangálnak ott fiúk, nem? Hát azért, hogy a fenébe van ez? Figyelj, Ricsi, és pont ez az oka, vagy az amerikai futball, például az amerikaiak a focit lassúnak tartják, vagy nem szeretik, vagy tehát az amerikai focihoz hasonlítják, nyilván nem, ez is gondolom az oka, hogy nem tudott betörni az igazi futball annyira Amerikában, mint az amerikai foci. Mert az, hogy ehhez képest sokkal kevesebb a pont, a gól, ugye? Tehát az amerikaiak kosárlabdát, jégkorongot, amerikai focit néznek, ők egy 0-0-át nem tudnak értékelni. A másik, amit nem értenek, azt még 94-ben tapasztaltam, amikor kim voltam a labdarúgó VB-n, hogy nem értik, hogy mi az, hogy hosszabbítás. Letelt a játékidő. 90 percnek vége. Akkor mi az, hogy a 90 perc 30. másodpercben még megy a játék? Hát kérem, hát vége az időnek, és néztek egymásra, egy Dél-Korea Spanyolország meccs volt, ráadásul a 92. percben született az egyenlítő gól, és nem akarták elhinni, hogy ez még él. Tehát azt mondták, hogy itt valami hatalmas bírói hiba történt, nem vette észre, hogy vége a meccsnek. De jó. Igen, mert a kosárlabdában is lefújják vége, hát ott egy tizeddel nem megy tovább a meccs, tehát ott lepereg az idő, és vége van. Igen. Figyelj, ez most egy nagy döntő lesz, hogy kicsit azért szakmázunk is, mert hogy én ránéztem a két csapatra, hát megmondom őszintén, az olyan nagyon sokat nem mondott, tehát laikusként kezdve, ez most egy jó meccs lesz, vagy valaki nagyon esélyes, valaki kevésbé meglepetésként van ott? Igen, hát akkor mondjuk el, hogy a Denver Broncos játszik, amelynek a legjobb támadósora van, ugye mondtam, hogy van külön támadósor, mert védőegység. A legjobb támadósorra rendelkező csapat játszik azzal, amelynek a legjobb a védelme. Tehát ez a mérkőzés nagyon érdekesnek ígérkezik, hogy ez a nagyon-nagyon jó védelem, a Seattle Seahawksnak a védelme, az hogyan tudja megfogni ezt a bizonyos Denver Broncos támadóegységet, amelyiket egy olyan pali irányít, aki hát mindent elért már életében, és egyszer nyert ilyen Super Bowl-t, ugye Amerikában a játékosoknak a legnagyobb élménye, hogy egy ilyen Super Bowl-t meg tudnak nyerni. Ez a fickó Peyton Manningnek hívják, ő egyszer tudta megnyerni, és most tudná másodszor. 37 éves, 4 nyakműtét után. Nagyon sokan azt mondták neki, hogy soha többet el sem fogja tudni dobni a labdát, mert most 2 év alatt oda fejlődött vissza, hogy idén mindenféle rekordot megdöntött az alapszakaszban. Minden idők egyik legjobb játékosát lehet majd látni. Tehát egy élő legendát lehet majd látni. Kinek drukkoljunk? Ki van abban a színben, aki jól védekezik? Drukkoljunk mondjuk a jól védekezőknek. Tudjuk már, hogy ők a zöldek, a pirosak vagy a fehérek lesznek? Vagy az majd ott derül ki, amikor beszaladnak, hogy ki milyen mezben áll föl? Mert én leülök, Denver, majd megnézem. Na, Denver játszik majd narancssárgában. Ők a jól támadók? Igen. Ők a jól támadók, mert ők a hazai csapat, és ők játszanak majd narancssárgában. Akkor ők hozzák majd össze a több hazafutást, nem? Hát a hazafutás, ember, tehát hazafutás, te szaki, te. Hatalmas szaki. És ezt már 7 óra 8-kor benyomta, hogy hát tudom, golyós labda, meg hazafutás, tudod, de fel se tűnt akkor még nekünk, igen, nagy szaki. Hát, hihetetlen. Na mindegy, szerintem akkor Jani ne vegyen részt abban a játékban, tudom, én szoktatok hallgatni nem titeket, nehogy azt higgyétek, hogy nem. De jó, én sportfan vagyok. Tudom, hogy szoktatok játszani is. Na. Csináljuk egy kis érdekességet, hogy én mondjuk a Sport TV nevében felajánlok a Klasszeszem hallgatóinak egy Super Bowl 48-as sisakot és egy labdát, és akkor ti, hogyha játszotok, és valaki nagyon ügyes és válaszol egy kérdésre, akkor azt megnyerheti a Klasszeszem. Az mi a jó fej? Nagyon jó fej vagy. Mi a 48-as? Mert hogy a méretem 62-es, csak igen. Azért, hogy vagy ez valami ikonikus rajtszám, aki már visszavonult, vagy de mit jelent ez a 48? Hú,
nem könnyű veletek, ez a 48. Super Bowl. Ja, 48, ha, hát, ha, tudtuk mi is. Hát jó, hát ezt a hülye is tudja, Ricsi, hát most evidenciákat nem mondjál. Hát, aki nem tudja, hogy mi van 48 mögött, az nem magyar ember. Jó, a 48. Super Bowl-nak egy hivatalos sisakja is labdája, jó? De jó vagy, de, és akkor ezt... tudjátok ezt tervezni, ezt a játékot? Meg, abszolút. Szerintem ezt hétfőn akkor ezt kijátsszuk valahogy, jó? Egy kérdés jön, és akkor majd ezt megkapjuk, te elvisszahozod de ezt. De ne anyanit egyet föl, jó? Nem. De mondjuk már van egy jó kérdésem. Miért volt olyan fásult a hangja a Faragó Ricsinek? A, mert forintban kapja a napi díját, B. Euróban kapja, és ezért nagyon örül. Igen. Na jó van, Ricsi, hát akkor neked szép élményeket kívánunk, jó közvetítést. Irigykedünk, hogy te, mint a hazai, ugye hát amerikai futball nagy ismerője, meg rajongója, egyben közvetítheted is ezt a dolgot. Ennél nagyobb élmény nem lehet, ez olyan, mintha én Wimbledont közvetítenék körülbelül. Tehát, hogy ez óriási lehet. Fantasztikus dolog lesz élőben látni a Red Hot Chili Peppers-t. Annyit még mondjunk el, hogy már este 10-kor kezdődik a műsor egy ilyen Restalk extrával, és éjféltől lehet a Sport2 HD-re kapcsolni, onnantól már a helyszínt lehet látni. Tehát az egész felvezetést, a himnusszal, mindennel, és természetesen a Halftime Show is. Ráadásul ez egy jubileumi közvetítés, hiszen 10 éve közvetített, pontosan 10 éve először a sporttelevízió ilyen NFL döntőt, úgyhogy nekünk is nagyon fontos ez a meccs ebből a szempontból is. Na jól van, hallgatunk, nézzünk. Ricsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, menjél aludni, most már elengedünk. Jó? Én köszönöm, és szép napot mindenkinek, egész Magyarországnak. Köszönjük szépen, Faragó Ricsi, jó szakát neked, csáó, köszönjük szépen, hello. Gyerekek, 10 évig egyházban laktunk, de ennyit még sose beszélgettünk. Hát, mindig csak az volt, Ricsi, 1 perc szabály. Na jó, köszi. Képzeld el, Balázs, akkor ez úgy, na jó, Ricsi, mennem kell. Jó arc, ugye? Nagyon tudja, nagyon ismeri. És mennyivel többet tudunk most már erről a mi ez? Melyik sport? Hihetetlen a hazafutás nagy bajnok, ami. 8:30 pontosan 6 perccel, ha valaki érdekelt, akkor a relikviákban hétfőn jön majd a kérdés, jó, kitaláljuk, mi legyen. Ricsi meghozza a relikviákat hétfőn, tehát sorsolunk. Nem is akármi, aki nézi, szereti ezt a sportot, azért annak az egy nagy ereke lehet. Úgyhogy hétfőn van a sportolás, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48, múlt 1 perccel. Hello mindenkinek! Jogosak az észrevételek, nem hétfőn sorsolunk akkor, hanem kedden. Uh-huh. Mert hogy aki nézi, az ilyenkor már bealszik. Hát ugye hétfőn hajnalban van, eltart az valószínűleg 4-ig, 5-ig, ki tudja meddig. Hú, de jól néz ki. Ami azt jelenti, hogy ez valószínűleg nem tud minket hallgatni hétfőn, mert lefekszik aludni. Uh-huh. Tehát aki érintett a Super Bowl-ban, nyilván annak fontos a relikvia. Így van. Hát akkor ne sorsoljuk hétfőn. Tök logikus. Ne cseszünk ki a baseball rajongókkal. Akkor legyen a sorsolás kedden. Nem? De ez így logikus akkor. Most ott hétfőn, akkor lefekszenek, hát nyilván nem fognak fölkelni 9-kor. Hogy meghallgassák a kérdést, akkor sorsolás kedden, addig pontosan megtudjuk a Ricsitől, hogy mit is hozott nekünk. Egy 48-as sisakot, gyerekek. Hát azért az annak, aki szereti, ismeri ezt a sportot, és az egy komoly relikvia. Úgyhogy akkor sorsolás kedden, jó? Sorsolás kedden. Nagyon jó. Na! Mi van ezzel az aranysakállal, gyerekek? Már megint egy újabb állat, ami eddig nem volt. Tehát kiúzok mennek, pumák jönnek, kenguruk ugrálnak, volt. Farkasok jönnek, medvék, most megint az aranysakál. Volt aranysakál? Volt, már tavaly kezdtek újra elszaporodni az országban, meg betelepülni. Aha. Ez az úgynevezett, az aranysakál, az az úgynevezett toportyán féreg, vagy nádi farkas, amiről egyébként a Toldiban is olvashattunk már. Aha. Tehát ez nem olyan sakál, mint én Afrikában van, nem. Csak nagyon meleg van nálunk, is föl óvatoskodtak. Olyasmi, mint egy ilyen hibrid róka. Aha, de mivel, és akkor mivel maga, tehát, hogy a farkas és a róka között képzeljünk el valamit kb. Akkor nem fölsétált Afrikából, hanem lesétált, mit tudom én, Lengyelországba, hogy kerül ő most hozzánk? Hol jött be az ország? Megint láttak valamilyen állatot, ami eddig nem volt. Lehet, hogy eddig is volt, csak elbújt a nádasban. Igen. Tehát megint szaporodnak olyan állatok, amik nem voltak? Igen. Ugye? Sakál, farkas. Volt Magyarországon régen, aztán szerintem Szlovákiába, meg Romániába simán előfordult korábban is. Csak aztán mostanában megint. Honnan jött, a románok oldaláról? Hát, húha, ugye? Arról hát, mert akkor tudnánk egy embert hívni, szerintem csörgessük is meg. Honnan, de tényleg, most komolyan kérdezem, honnan melyik országból? Ukrajnájából jött? Szlovákiából? Ausztriából? Honnan jött? Hol látták? Azt tudjuk? Hogy hol volt ez a kis aranyfarkas, vagy aranyhiúz? Hogy mi ez?
Aranysak. Az. Na, aranykörgolyam, ez körgolyamot, mint utána hazafutása. Hát kérdezzük meg az illetékest. Hát nem? Dumáljunk vele. Mit kell csinálni? Hogy néz ki? Ki van veszélyben? És hát, hogy mi a helyzet a románokkal? Így van. Nem? És hogy voltam a már piacon. És hogy voltam a már piacon. Gyuri bácsi! Hello, hello! Gyuri bácsi! Hogy szolgál a kedves egészséged, Gyuri bácsi? Köszönöm szépen, el vagyok. El vagy, meg vagy, de jó hallani a hangodat. Meg vagyok. Na mi a helyzet ezzel az aranysakállal? Hát tudod, mindig hívunk, ha állatos vonatkozás van. Figyelj, most már hetente jönnek olyan állatok, amik vagy kihaltak, vagy nem voltak. Most ez micsoda ez az aranysakál? Honnan jött, mit akar? Hát ez az aranysakál, ez nem tudom, hogy honnan jött. Ez majd Románia felől, nem? Mert itt Gyulán van, szokott lenni. Látták már aranysakált a Románia oldalon, tehát van aranysakál, csak rejtőzködő, mint a róka, tudod? Ez mekkora állat, Gyuri bácsi, körülbelül, mint egy róka, vagy kicsit nagyobb, mint egy farkas? Hát olyan is, mint a róka, 12 kilótól 15 kilóig, attól függ. Tehát ez az egy, meg rejtőzködő, ezek többen vannak, tehát nem egy magában van ez. Úgy rejtőzködik, hogy az egyik aranysakál mögött elbújik a másik. Igen, majdnem. De míg a róka egyedül jár, ők többen járnak? Tehát, igen, ők farkából vadásznak ezek, úgyhogy farkástú vognak. Hát ez ami látszódott, ezzel előjött ez a sakál, hát szerintem ez háznál nevelkedett, és elszökött. Aha, hogy ez egy ház. Mert vannak már annyi kis állat, meg nagy állat van már nálunk, hogy ez nagyon sok már. Igen, hát ezeket így fura módon az ember van hallja, hogy kengurút tartanak, meg medvét tartanak, meg nem tudom, miket tartanak, igen. Tehát ez igen. És ez is egy ilyen tartott állat, én szerintem elszökött. És Gyuri bácsi, ő ad valamilyen hangot, vagy vonyít, vagy van valami jellegzetesség? Hát még ennyire közelében nem voltam, nem tudok pontosat mondani erre. Aha, tehát ezt nem tudjuk, hogy... De biztos vannak egymásnak ilyen csalogató hangot, ki tudnak adni, egymásnak jeleznek ők. Uh-huh. Úgyhogy... Többek... Nagyon szeretik a vadat, a kisebb pártányokat, tojást, stb. Őzírát a kicsit, sőt, még a bárányokhoz is bemerészkedik, ha már nagyon éhes. Aha, tehát ez egy kis szemtelen kis állatot. Igen, állatocska. Szemtelen, mint a róka. Aha, de ez régen őshonos volt, nem? Igen. Most is van azért, és vannak olyan területeket, amit külön szeret, ott megragad. Aha. Hát nem minden területen van, de vannak olyan területek, amit ő szeret, és ott többen vannak. Gyuri bácsi, és a román aranysakál más, mint a magyar? Vagy nagyobb a karátszáma, vagy mit lehet? Mit hát lehet az mondani? Egy kicsit huncutabb. Huncutabb, jó az. Na és mi a helyzet helyen veled? Voltál-e már piacon, mi a helyzet a románokkal, hogy állunk? Nem voltam. A románokat boldog új évet kívántam nekik. A múlt évben is elküldtem őket haza. Megint. Elég a hátizsákoskodásból, elég volt, mondtam nekik. Nagyon jók voltak, menjenek haza. Mondtad nekik, hogy tessék, jó volt itt, tessék szépen hazamenni, most már hátizsákostunk minden estül. Nem voltam még sehol, ezt nem akarom hangosan mondani, mert tudod, nekem is van munkahelyem, hallgassa az igazgató úr véletlenül, azt megtudja, hogy még máma nem is csináltam semmit. Ezt halkan mondom. Én azt hittem, te ilyen szabadúszó vagy, halászol, vadászol, piacra jársz, hogy neked itt nincs kötött munkaidőd. Hát kötetlen a munkaidőm. De kötetlen. Aha. Így azt. Jól van. Örülünk, hogy jól vagy, még mindig nagyon szeretjük hallani a hangodat. Igen? Hol vagytok? Titeket is hiányolnak nagyon a hallgatók. Hiányolnak minket? Hiányolnak. Van itt Gyulán egy forrászörgy, az nagyon hiányol benneteket. Ezt a bősort is biztos hallja. Innen is puszilod, gondolom. Üdvözöl benneteket. Jó lenne egyszer arra is menni kitelepüléssel. Megyünk majd arra, és akkor meglátogatunk téged is, hogy már élőbe találkozzunk. Nagyon helyes. Ahol születtem, most szoktatok járni túrkevény, csak ide nem jöttök, ahol vagyok. Hát igen. Hát így túrkevény volt? Egyszer volt. Igen. Közösen is. Így Gyuri bácsi, te hallgatsz minket. Igen, gyanús vagy. Milyen a kis fodrászlányka, csinoska? Persze, hát itt mindenki csinos, Gyulán. Ügyes. Nagyon szép. Hogy hívják a kis fodrászlányt? Nem árulom el, mert nem egyedülálló. Hát akkor nehogy aztán itt. Nehogy baj legyen. Nehogy aztán itt valamit bekavarjunk, persze. Úgy, nagyon rendes, úgyhogy nem. Jól van. Gyuri bácsi, vigyázz magadra, jó? Ha jó. Bármiféle állatos vonatkozású hírünk van, továbbra is hívnánk téged, hogy mi a helyzet. Jó, köszönöm szépen.
köszönöm szépen. Üdvözöllek benneteket, a hallgatókat. Mikor mész vadászni, Gyuri bácsi? Csak még egy utolsó kérdés, hogy mész ma vagy hétvégén valamikor? Hát ez megint halkan mondom, én mindig vadászom. Hát tiltják, hanem mi? De most minek van szezonja? Segíts nekünk, mire lehet most így februárban lőni? Mi az, ami mehet? Hát még van nyúl vadászat megyen, azt hiszem a nyúl meg a fácán. Nyúl fácán. Uh-huh. Ez még most. És mi az, amire nem lehet, csak te lősz? Véletlenül. Nem árulok, ilyesmi. Tényleg a sakát ki lehet lőni? A sakál az lőhető? Vagy az is védett, de hát nagyon kártékó. Aha. Azért sok jobban a vadász az egyik szemét. Mindig tudod, hogy... Ne lássa teljesen, hogy mi az. Védett, ami szabad lát, ami szabad nem lát. Jó, de nagy duma, ezt nem ismertem, ez nagyon jó. De egyébként a húsa finom egy ilyen sakának? Van, amit eszik az ember, van, amit nem eszik, de gondolom, akkor ez nem hát jó. Még idáig nem próbáltam, de nem is igen fogom. Aha, tehát valószínűleg azért nem eszik. De nem tudom, ha azt veszük ki, hol, mit eszik? Hát a macskát eszik, ugye? Hát ez is ragadozó a sakál, nem? Tisztálatnak kéne lenni neki. Persze, hát a macskát is megeszik Koreában, Kínában. Csak hogy gusztus van hozzá, hát ez egy... Meg talán mi is, csak nem tudjuk. Igen. Gyuri bácsi, vigyázz magadra, ha megyünk Gyulára, találkozunk, jó? Jó, köszi szépen, hello. Ciao, szia. Szevasztok. Hát imádni való. Nem? Beljebb vagyunk megint aranysapkát. Igen, gyerekek, mindig tud egy kicsit hozzátenni, tudja, mire kell figyelni, hogy néz ki, milyen állat. Hát nagyon, nagyon szakszerű. De a kedved utána néztem. Van hangja. Igen? Toldi ötödikének. Jő az agyafarkas szörnyű ordítással rohan a fiúnak, birkoznak egymással. Tehát van. Jó, de ez ha már ordít, farkas, nem azt írja, hogy jön az aranysakál szörnyű ordítással. Ne, így hívtam én. És komolyan gyerekkoromban azt gondoltam, hogy jött ez a toldi, és ment felé egy ilyen nagyfogú, nagyfarkú, szőrös, ilyen nagyon nagy, ilyen véreres, kékeres, nagy, szőrös. Brutális farkas. Erre mit kell ma megtudnom? Hát, hogy az én irodalmi hősöm, az én szeretett toldim, egy ilyen macska kinézetű, 12 kilós ilyen be... Hányra vagytok, mindek haltok? Tehát konkrétan a Benny összeakad egy ilyennel ketté tépi, mint a legújabb matchboxát, érted? Hát. Egy ilyet látott el, egy ilyet dobott neki a csenek, vagy kinek, érted? Akinek neki. Nem, az egy másik történet. Az is egy dicső küzdelem volt, így van. Nem a az, csehhez vágta hozzá ezt a nyomorú cicát? Leginkább kinizsi volt, én úgy emlékszem. De ne, dehogy is, hát Toldi is megbirkózik a csevel, hát ne mondd már. Egy cseméhel dob. Kinn a pusztán. Hatam, jő felé a cseméh szörnyű csípéssel. Na mindegy, mit kell ma megtudnom, hogy ez az erős hát toldi, az én hősöm, egy ilyen 8 kilós ilyen macska kinézetű, ilyen állatot dobálgat, érted? Puszta kézzel és ordít a nádasba. Hát ez aztán most és komolyan mondom. És hát akkor egy arany ebből csinált egy ilyen heroikus közdelmet, hogy fölveti a farkast egy erős rugással. Persze. Na, hát egy cicát én is arrébb tessék el. Érted? Hát komolyan mondom, ez a toldi is, mekkora vetítők voltak, nem? Hát. A legény, meg a toldi, meg a farkas, egy ilyen horpadbordájú macskával vívott ez a toldi. Ez szörnyű. Ekkora hazugság. Na jól van, oké. Hármas ugrást még nem, viszont Óven bácsival már is játszunk, itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Csak mondom, hogy hallgatnak minket vadászok, tehát azon a Gyuri bácsi, igen, a mezőnyúl október, november, decemberben lőhető sok felkiáltó jellet. Neked, papa, igen, neked, igen. De Gyuri bának nem. Gyuri bácsi a fél szemét becsukja. Hát, ha nyúl, hát, ha nem nyúl. Nem? Hát ki tudja, hogy milyen állat az. Hogy mit lehet és mit nem lehet, hát az mindenki szubjektíven értelmezi. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Micsoda életöröm. Anita, hello! Hello, sziasztok! Nagyon izgulok. Az jó, az mindig jót tesz. Hányan vagytok, vagy hol vagytok? Hát sokan vagyunk a munkahelyemben. Van itt egy pár lány, jó sok. Igen? Milyen munkahelyben csináltok? Elektronikai cégnél dolgozunk. Úgyhogy... Ha valaki ez megcsúszott... valami szörnyű dolog történik. Helyileg merre vagytok? Budapesten, 20. kerületben. Budapesten, na most kicsit mindenki elcsendesedett, az jó nekünk is. Jól van, oké, hány csaj körülbelül? Hát, vagy 20 lány, na jó van, figyeljetek, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó? Jó. Várják az aranycsokát,
sakára várnak. Kint vannak. Kint vannak a természetben. A nádba. Igen. Jó. Mutatjuk, mit énekelnek, figyeljetek. Hát. Oda, ne, ne otthon. Ahogy a szerelemre születtem. Hát, ja most lehetnénk szőrös szívűek, de nem vagyunk. Jaj, de jó. Mert hogy a Neotóz annyira nem volt semmi köze, hogy azt jó, el nem hát tudom mondani. Mert hogy ez Erika szíj. És igen, Robi tényleg. Zoltán Erika ugye itt még szingliként. Az első nagy sláger. Emlékeztek a mozgásra? Hogyne. Igen. Ott sokan úgy gondolták, hogy ő tényleg szerelemre született. Igen. Sokaknak a fejében szerelemre született Erika. Ott 80 akármennyiben. Csini volt. Igen, jó csaj volt egyébként. Szegény, milyen egy nőnek ez talán egy jó csaj volt, nem? Tehát, hogy most is nagyon csinos. Akkor is, így mondja, van. Akkor is, és most is, igen. Csak akkor kompatibilisebb volt az ízlésemben. Anita, ügyesek vagytok. Köszönjük szépen. Jó, hát a ne otthon Zoltán Edika, de elfogadjuk, jó? Akkor jó, köszönöm szépen, aranyosak vagytok. Küldjük az ajándékcsomagot nektek. Jó, köszönöm. Sziasztok. Sziasztok, csajok. Sziasztok. Na, jó van, ez is megvan. 8 óra pontosan jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 8 óra múlt 13 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Péntek van, a hét utolsó napja, jön a hétvége. Ezt mindenki tudja, gondolom, de azért elmondtam. Dél-Európából érkezett az aranysakál hazánkba, írja nekünk egy hallgató, köszönjük szépen. Minek körül Robidi? Igen, hát itt jönnek a nagy megfejtések. Igen. Egy-két közlekedés, Kálmán téren Budakeszi felé ki vannak kapcsolva a lámpák, alakul a dugó, silinder, hát így írta, küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Aztán nézzük még, hogy mi van. A Tiszató mellett, ez nem az. M6-os Pesttől Dunaújvárosig nedves, de jól járható, üdv P830. M85 Enese elkerülőjén egy bádoglemez hever a belső sávban, méghozzá a Sopron felé vezető oldalon, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. Aztán 6-os úton baleset, 4 autó ment össze, M6-os Szabadegyháza felhajtójánál, katasztrofális a helyzet, üzeni nekünk Marjam. 4-es úton Szajol és Törökszent Miklós között a Debrecen felé közlekedőket mérik a parkolóban, üzeni Sasa. És Mezőfalva és Nagykarácsony között busz, teherautó, utánfutója és két személyautó az árokban. Ezt Anita küldte nekünk. Valaki elküldte az aranysakál hangját? Aha. Tényleg? Ja. Igen, hogy a Google-ba, ha beütöd a latin nevét, és hogy MP3, akkor azonnal kidobja és meg lehet hallgatni. 8 óra 1 perc 34-kor. Egy YouTube linket? Aha. Hogy milyen hangja van? Igen. Az aranysakálnak? Anyámnak. De a kedves mama nem is jött szóba, de én meghallgatom a hangját, mert biztos nagyon aranyos. Ari. De most próbálok, hogy másoljam ki, másoljam be. Hagyd a francba, majd mindenki beírja. Nem, hát gyerekek, én nagyon városi vagyok, mindenféle városon túli hangnak nagyon örülök, tehát hogy nekem az jól jön, ha meg tudom hallgatni, hogy szól ez az aranysakál. Tehát mondjuk egy gyáli fékcsikorgásnak? Már egy gyáli... Gyári fékcsikorgás, az már mindenféleképpen jó. Figyelj, én meghallgatom, és majd a következő megszólalásban preprodukálom, jó? Na, az jó. Az jó. Ganes Aureus, így hívják egyébként, csak mondom. Tényleg? Hát a Canis az a latinul a kutya egyébként. Igen. A Canis Lupus az pedig a lompos kutya. Lompos farkas, lompos kutya, lompos farkas, igen. Aranysakár. Most mit beütöd? De mi, hogy hát ha meghallgatjuk ezt, vagy hát ha halljuk majd itt éjszaka valahol ott Lőrincem, bepőg az aranysakál? Hát legalább tudja már, hogy mi jár a kertek alatt. Igen. De mondtam, hogy volt Cseh Vitéz a Toldiba? Megmondtam, hogy igazad volt. Megmondtam? Igaza, a srácnak igaza van, így van. Toldi és nem Kinizsi küzdött meg a Cseh Vitézzel a Duna szigetén. Tök igaza van. Tessék. Hallja ez a csávó, hogy az a Cseh Vitéz magyar legényeket vereget, és fölmegy Budára, aztán jól ellátja a baját. Ez történt. Azt ennyi, érted, így járt. Igen. Többször nem is jött egyébként. És agyonrúgta ezt a cicát, amiről ugye beszélt. Jó, hát mennyire nagyon kiábrázol. Aranysakálokkal edződő. Igen. Na, a Benkő Dani birtokába jutott, Benkő Dani bácsi birtokába jutott egy autó, ami keresi méltó gazdáját. Olvastátok, feladott egy hirdetést.
és azt mondja, hogy egy fekete 2,5 tonnás Mercedes van nála. Egykor Kádár Jánosé volt, Benkő pedig ezt egy zöldségestől vette ezt az autót, és ő azt mondja, hogy hát ez imádják a csajok ezt az autót. Á, nagy darab, Merjo biztos kényelmes. Mondjuk ez nem? Nem egy új darab, ez már szerintem már az oldtimer kategóriát nyaldossa. Igen. Azt mondja, hogy remekül lehet ezzel az autóval csajozni. Ez egy oldtimer autó? Oldtimer autó, persze. Ugye? Az lehet, igen. És Kádár Jánost egykor szolgáló, hosszított és vastagított, hatalmas motorral felszerelt fekete Mercedes az övé. És ettől ő most meg akar szabadulni, vagy ezt most ő el akarja adni. Mi már nem bírja fizetni, benyárt bele, hogy... nem, de ez hogy mondja, a miniszterelnök hivataltól megveszi egy zöldséges? És akkor ő a zöldséges pedig továbbadhatja bárkinek, gondolom. Aha. Ugye ezt te meg tudtad vásárolni. És egy ilyen szép mercibe, egy ilyen erekjébe krumplit meg salátát pakol? Tehát nem, utánfutóval vitték. Ja, utánfutózott. Vagy ez volt a hétvégi autója a zöldségesnek. Igen. Ez ilyen csajmágnes autó, nem? Ezt bírják a csajok, az ilyen, hát. Ilyen merci, ugye ezeket szeretik, nem? Hát, fene tudja, mert hogy így tényleg erre ránézel az autóra, és így hirtelen nyilván nem az jut az eszedbe, hogy mennyire menő a tulaj, hanem hogy, hogy újabbra nem fussa. Igen, a vittas kicsit. Jó, aki jártas benne, az tudja, hogy egy 30-40 éves jó alapotó autó, az marha drága. Igen. Érted? És akkor viszont csajmágnes, mert ott van lóvé. Melyik a legcsajozósabb autó? Melyik az igazi punci mágnes? Amit csoda? Punci mágnes mondtál? Nézzek, ott van az anyósülése, be van szerelve a punci mágnes. Megnyomod és ilyen. Megnyomod és kijön a punci mágnes belőle. Hát, melyik a legcsajozósabb autó? Tehát most ha vehetnétek egy autót, tessék. Mindenki vehetne egy darab autót, amilyet akar. Most nem feltétlen csajozási szándékból, de mondjuk tegyük föl, hogy csajozni akartok vele, jó? Eltekintve az adott élethelyzettől. Ki milyen autót venne? Cabrio, nem Cabrio, hát, Merci, nem Merci, teteje van, nincs teteje, sportautó, Jeep. Tehát, hogy mire buktak a csajok? Ez biztos van ilyen, nem? Amit igazán kedvelnek. Hát ha abból indulok ki, hogy általában a kitelepülések utáni dedikálásokról padlogázzal szoktál meg elmenni, nyilván azért, mert hogy... Te szemét, ez nem igaz. Csak nem rajzolok mindenkinek külön smiley jelet, mint te, és egy dedikálás nem tart fél óráig. Hát hamar aláírok. Na? Hamar is szépen. Tessék, mi lenne? Dacia Logan? Vagy mit ha... Tehát ha bármit vehetni. Mi lenne egy autó? Te úgy csináljátok. Telepjáró Duster, mi? Mi lenne az? Egy autó úgy, hogy valaki állja a cechet, bármilyet vehetnél. És azzal a szándékkal, hogy na most ezzel úgy becsajozom, mint az állam. Aha. Tessék. Figyelj, a Justin Bieber egy bérelt Lamborghinivel funkított. Most tök nem régiben. Ne, gyerekek, Magyarországon egy Lamborghini, de Amerikában van 1000 beász, a piros lámpa az A, másik 3, de Magyarországon... De miért mondod? Hát pont azért csajmágnes, mert hogy figyelj. Különleges, kevés van. De olyan azért, aminek ízlése van, ami jó, ami... Hát a Lamborghini. Nem hát, áll. Dehogy nem. Ilyen paraszt Porsche. De ne. Jézusom, most hogy jajtod el? Hogy néz ki itt egy soroksári úton, beparkol ide egy Lamborghini? Nem mondjátok, hogy nem röhögtök kicsit, hogy nézd a hülyét Lamborghinivel megy. Simán el tudom magamat képzelni, hogy lőrincen a Városház utcánál, vagy mondjuk az STK előtt, ott vagy egy ilyen lejjebb az önkormányzat. Halálosan kellemetlen autó, szerintem a Lamborghini. Tehát, hogy ilyen, pfú. Tényleg? Hát, szerintem az vérciki. De miért kellemetlen? Mert ne haragudj. Mi a kellemetlen? Az egész kocsi. Kellemetlen, hogy sokba kerül. Hát azzal el lehet gondolkodni. Szerintem Lamborghinit olyan vesz, akinek baromi sok pénze van, de nincs igazán ízlése. Tehát, hogy ilyen... Mi az, hogy nincs ízlése? Hát annyira különleges a kocsi, az ha elindul. Elszokott, de annyira, tehát, hogy ha neked nem tetszik, az egy dolog, de azért nem mondjuk, hogy az annak nincs ízlése. Azért, mert mondjuk nem egy nagyméretű terepjáró. De nem terepjáró. És ha csajozni akarok, nem terepjárót vennék, de akkor veszel egy Aston Martin, vagy egy DB9-et, vagy bármit érted. Nem tudom, az, hogy én leragadtam egy Ferrari 4-5 Itáliát, vagy bármit, egy Lamborghini. Figyelj. Az olyan, tudod, sok pénzem van, de igazából nem tudom, hogy veszek egy Lamborghini. Tehát az ilyen... Én nem követem nagyon így az autók törzsfejlődését. Éppen ezért ragadtam le a Lamborghini-nél, vagy annak idején neveztem Lamborghini-nél. Egészen pontosan a Lamborghini Kuntánál. Kunta. Tehát akkor te egy Lamborghinivel benevezni. Így van, így van. Mert tudod, hogy feküdni kell benne szinte, tehát elég kényelmetlen. Imádnám, hogy ott kiszállsz, felnyílik az ajtó, kipattansz belőle, az jó, de elfogadom, hát neked ez tetszik. Egy keki Lamborghini. Egy keki Lamborghini Kunta. Lamborghini Kunta. Feri, mi lenne? Lamborghini? Nem. Én nem szeretem, de elismerem a gépjárművet.
A kicsit mennék a DB9 felé, amit te mondtál, de nyilván azt lestoppolod, úgyhogy én maradok az olasz modelleknél. Egy olasz? Na, hát, na, hát azért az már minden jobb, mint egy Lamborghini, mert abban az is olasz, de akkor mi? Egy jó Ferco, egy Ferco? Jó Ferrarit. Hmm. De tudjuk azon belül, vagy csak úgy egy Ferrari? Piros legyen. Piros legyen. De nem piros, hát mi? 458, 457. Mit tetszik? Egy Ferrari pirosat. Hát akkor már mondjál nagyot, mondj egy Enzót, az 300 darab van belőle, kb. 400 darab. Annak látszik a motorja, az plexis? Nem, arra ránézel és megmondod, hogy az egy Enzó. Az egy Enzó. Tehát, a csajok megmondják, hogy az egy Enzó. A csajok nem mondják meg róla, egy Enzó, de aki... Egy Enzó Fittipaldi. Tehát aki szereti a Ferrari-kat, az különbséget tud tenni, ez egy Kalifornia, ez egy mit tudom én, egy 458-as, ez egy Itália, ez egy Enzo, tehát ugye tudnod kell különbséget tenni, mert hiszen szereted a Ferrari-kat. Tehát akkor mondjál nagyot. Egy Venezia, egy Trevizio alsó. Igen, egy Prosciutto, egy Lambrusco. Igen. Szóval akkor neked egy piros. Egy Enzo. Piros. Enzo. Piros. Jó, mindegy, hogy Enzo, hagyjad már. Mondj egy olyan csajt, aki azt mondja, hogy na jó, nyilván vannak ilyenek, de azért a nagy átlag, ha például itt most körbe kérdeznél, hogy meg tudná állapítani, hogy az Enzóról, aki Enzo. Életében látott Enzót, az megállapítja, tessék, ez az Enzo. Hosszú eleje van. Hosszú eleje, nagy ajtaja, fölfelé Enzo. Ebből mondom, összesen van 300 darab körbe. Milyen színű van a képen? Piros. Piros. Na, ezért na. Piros. Tehát egyelőre van két olasz roncsunk, ugye? Na. Jó, az Enzóra azért ez kis túlzás. Hát a Lamborghini már nem ja, az olasz. Akkor nem. Nem rúgsz nagyon labdát, de a Feri az Enzóval azért stílusosan megérkezik, arra azért oda kapja. Az a baj, hogy a fenntartási költségé miatt nem. Tehát, hogy így azt nem lehetne, hogy mondjuk... Mindegy. Érted? Mert japán párti vagyok egyébként, tehát hogy a fogyasztás tekintetében, hogy ilyesmi. Hát de. Akkor vegy egy Isuzut magadnak. Csapasd le a tetejét egy flexe. Jó, hát, ha mindenki jó. A stílusára marad, akkor tessék, Isuzu lecsapott tetővel, jön egy Enzóval, én meg jövök, mit tudom én, egy DB9-el, vagy egy Vanquish-el, vagy valamivel. Tehát ami kis, nem annyira hivalkodó, de mégis nagyon fontos. Tehát például az Aston Martin szerintem ilyen, hogy azért úgy kevesen mondják meg, hogy ez egy Aston Martin, de aki ért hozzá, tudja, hogy hogy ez egy szép autó. Csajokról beszélünk, most, hogy mire gerjed. Ja, hát de csak csajok jöhetnek szóba, mert egy autó azért valamivel engem fel lehetne szedni. Milyen autó? Egy 911 kábrióval? Nem. Van egy olyan autó, ami nálam dizájnban a tökéleteset jelent. Most így gondolkodtam rajta, és tényleg van egy figyelj, ilyen. Most ezt nagyon várom, hogy mit fogsz mondani. Akárki ül benne, beülsz mellé. A tökélet. Lada Niva, vagy melyik? Dehogy így. Záporjóska. 120 Skoda L. Na, most kíváncsiak, Vadon Janinál mi a tökéletes külsői autó? Tessék, mi az, amire beleülnél és rommá csajoznád magad? Vagy amivel állnál a lőrinci busz megállap? Nem, csak magamhoz nyúlnék, nem csajoznék valannyira. Jó, mivel tudnának felszedni, tessék? Bayer is a motorverke. Igen. X6-os. X6. Igen. Az az autó, az nekem, így ránézek, és azt mondom, hogy úristen, de egybe van. Erő van benne, dinamikát látok benne, kicsit egyébként ilyen jármű, tehát ilyen harcjárműszerű az egész. Ma az erőcsugároz az autó. És láttam kekit is. Milyen motorral lenne, nem? Nagy. Na, azt nem tudom. Lövésem nincsen róla. Ja, nem az X-at szép, amikor kijött az egy forbabontó. Vagy ez, vagy egy T-54. Hát akkor már inkább egy Leopard 2A. Igen. Szóval, hogy hát számít az autó. Aha. Számít az autó, biztos, persze. Ugye, hogy Dizsiben mit tudsz kidobni, nem? Azért azt úgy bírják a csajok. Hú, hogy... az a baj, hogy túl sok az akna ebben a sztoriban. Számomra még egy Dizsi is. Figyelj, nem úgy van, csak úgy csajozgatsz, hogy ott van egy menőautó, tehát az el kell menni, le kell parkolni valahol, nem tudom, a szimból előtt, ha Budapesten mész, vagy az öt kertészét, meg kell állni ott szépen abban. Bazilikánál azt be kell csorogni az autóval, a bejáratig be kell menni. Nyomsz két kövéret, mielőtt leállítod. Az a baj, hogy Imrén a Picurcuki mellett közvetlenül nincsen egy parkoló. Tehát a Picurcukiból nem tudsz nagyon csinálni. Hulung és már dudálnak át, hogy menj már, paré, zöld a lámpa. Szóval feküdnél be, friss jogsival, egy 40 milliós Lamborghini-be, tudod, nem tudom, hogy Gallardo vagy valamelyikbe, hogy feküdnél szépen, imádnál. Első fekvőrendőre föltennéd, tudod, keresztbe. Feri jönne utánad az Enzóval, szép, szimpatikus csapat lennénk. Nagyon szimpatikus csapat lennénk így hárman. Én döcögnék hátul a kis Aston Martinommal, jönne az Enzóval, te a Lamborghini, mondnánk, hogy ez a Class FM gyerekek, azért...
Most eszembe, hogy régen ott, ahol a szelektív állt, ott van hely. Tehát ott le tudok állni előtte, és egész nem csak nyitogatnám az ajtót, mert annak felfele nyílik. És az már szerintem elég vadító lenne, ahogy szállnának le a vasútállomásnál. Az ingázók. Hú, de nagyon tudnál vetíteni. Na megkérdezzük Danit, hogy mi a helyzet ezzel az autóval, már itt is van Benkő Dániel. Dani, jó reggelt kívánunk! Hello! Hát csak kicsit elkapott minket a hív, hogy mi milyen autót vennénk, ha csajozni akarnánk. Nagyon vidámak vagytok. Hát vegyétek ezt meg. Illetve hát nektek jól állna egy, végre egy elegáns autó. Figyelj, ez mi ez? Egy S-osztály? Vagy ez milyen autó? S, persze. S-osztály, hosszított, V8-as, elegáns, minden extrával felszerelve, több mint 30 éves autó. Gyönyörű, szép, de ez egy kultikus tárgy, és nagy becsben van tartva. Az a helyzet, hogy van másik két kocsim, amivel még úgy elbírok rendesen, de hárommal már nem, és csak romlik. Mint ahogy annak idején mindenféle állatokat, kutyákat, macskákat találtam az útszélén, és hazahoztam, feljavítottam őket, és akkor különböző gazdákhoz elhelyeztem, és nyomon követtem az életüket. Hát időként ezzel az autóval is, hogy arra a kedves kollégára vágyom, akinek ez egy olyan termék, amivel boldogan el van, néha megy vele, néha száguld vele, néha csak forolgatja, tisztogatja, és megőrzi az utókor számára. Mert most már ez a dolgunk, az egész könyvtáramat is át kell adni, a kottatáramat, a hangszertáramat, 100 gitárt, lantot. Hogy fogok én úgy elhelyezni, hogy annak rendes, nyugodt utóélete legyen? Mert az embernek gondoskodni kell arról, hogy amit használatként megkapott, azt továbbadja. Persze. Ideiglenesen, nálam állomás. Bárki átveszél, akinek vegyes tüzelésű kazánja van. Lehet, hogy ez lesz a sorsa. Ez van megírva. Figyelj, Dani, tudtad, hogy kié volt ez az autó, amikor megvetted? Vagy te csak ott láttad egy zöldségesnél, kiszúrtad, tettél egy ajánlatot, hogy hogy voltad? Tudtam, hát a miniszterelnöki hivatalból vették, ezek leselejtezett kocsik voltak, rendre ugye ezeket az állami autókat frissebbekre cserélik, de én ott laktam a Vérhalom utca, Szemlő utca sarkon 40 évig, és amikor regnált Kádár János, akkor gyakorlatilag naponta járt el, és mindig ő volt az egy, még volt Sík Endre külügyminiszter volt, aki Mercedes-szel járt, ott lakott a Mandula utcában, egy utcával lejjebb, és Kádár János járt még Mercedes-szel, és a flottában több ilyen is volt, mert hát ha megromlik egy, vagy akkor kicserélik egy másikra, és volt egy korszak, amikor ilyen típusú kocsival járt, többek között nyilvánvalóan ezzel is. Ez egy ilyen uralkodóknak, meg elegáns embereknek gyártott kocsi, és nagyon... nagyon szép és nagyon kellemes benne ülni. Egy V116-os egyébként. V8-as? Azt írják egyébként, találtam egy cikket, és az azt írja benne, hogy ez egy V116-os S-osztály volt, úgyhogy, de lehet, hogy neked van egyébként igazad. Marha érdekes egyébként. Igen, de magának az osztónak a kódja. Hát bocsánat. Az a V116-os, S-sel 450-es, tehát egy 4,5 literes nagy kocsi. És azt mondják egyébként, hogy a három autóból állt a konvoj, azt mondja a cikk, három autóból állt a konvoj, elől ment a golyóálló kilőtt kerekekkel is mozgásképes jármű, az úgynevezett törőautó. Utána jött a Kádárféle merga, és utána még egy ilyen V116-os zárta a sor. Amikor hazafelé jöttek, akkor jöttek fel a Szemlegy utcán, kanyarodtak pont a mi házunknál a Vérhalom utcára fel, és jobbra az első utca volt a Mandula utca. Valami csontélyes. Na mindegy. Szóval ott ment haza, és a konyvoly valóban itt haladt el az orrunk előtt. Tehát akkor ebben a... meg az egyirányú szemlő egy utcán jöttek lefelé. Ebben az autóban akkor nagy elvtársi csókok is zajlottak, ugye? Tehát akkor itt elvtársi csókokban összefort pártvezetőket láthatunk tulajdonképpen, ugye? Hát akkor ezek... Be kell valljam, hogy általam elkövetett csókokról tudok beszámolni, de nem számolok be, mert diszkrét vagyok, ugye? És szolid, bizonyos feleségek, vagy élettársak, vagy jelöltek vonatkozásában, de
azok nem elvtársi csókok voltak. Az elvtársi csókokon másokat tessék megkérdezni. Igen, de nem arra mondom, de ugye hát a Kádárban azért sűrűn csókolózott, ugye, és ők előtte egyébként azt nem tudom, tudtátok, de hogy zileket meg ilyeneket használtak, és aztán amikor jöttek ugye nyugatról a jó autók, akkor átültek ugye Mercedesekbe, de hogy előtte az Zil modell, meg nem tudom, mikbe mentek. Csajkákkal mentek, így van, persze. Tehát ez... Én emlékszem 56 előtre is, tehát 54-re, 55-re, és akkor valóban ezek Zimzis volt. Csajka, a nagy csajka az ebben a körben nem mozgott, az a Rákosi Mátyás volt ilyen nagy csajka, ami egy pákárnak volt az orosz. Igen, rákosi. Igen. Hátul úgy nézett ki, mint hogy ilyen rakétahajtóművek lettek volna. Egy ideig lehetett látni a televízió székház mellett egy ilyen hatalmas, sok tonnás, nagyon vastag, páncélozott autót. Az átlagvezetők Zimmel és Zisszel jártak, és akkor 56 után maradt a Merci a Kádár Jánosnak, és jöttek be amerikai Chevrolet-ek, ilyen furcsa, amit most filmekben lehet látni, a Elvis Presley idejében, csak nem rózsaszínek, hanem feketék voltak. Az volt az átlagkocsi, az ilyen Chevrolet, Oldsmobile, Buick, meg ilyenek. Igen. Hát ez valami nagy gyűjtő fogja tőled megvenni, szerintem más nem nagyon, tehát akinek ez egy igazi gyerek. Adom el, nem? Csak olyannak adom oda, aki komoly. Akire tudom, hogy megbecsül, és nem roncstelep, nem alkatrésznek használja, hanem én 10 évig ezt gondoltam, amit kellett, mindig kicserítem bennem, mert szeretni kell, tehát meg kell őrizni, mert sokkal olcsóbb így élni a világot, és meg át tudjuk vészelni, mint hogy fogyasztóik legyünk, hogy mi eldobjuk 2-3-4 évenként, eldobjuk a kocsit, eldobjuk a házat, eldobjuk az asszonyt, holott nem, le kell porolni a ráncait, finoman ki kell simogatni, vagy pedig szeretgetni kell, meg kell becsülni a múltat, hogy jövőn. Ha a vevő nem tágít, szeretne egy mesztelen hárfázást, lantozást, akkor ez a vevői szándék, akkor nyilván ennek nem tudsz ellenállni. Hát ha ez a kritériuma van, nem, akkor azért ebben benne vagy. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy először láthattad Benkő Dánielt levetkőzni. Tényleg egyébként, a Valássóval először. Egyik első műsorodban ez az esély. Úgy látszik, beleszerettél a látványba. Néha még most is fölriadok, ami kiborogat így, és ugye, hogy feküdj vissza, drágám, nem, ez csak egy szörnyű álom volt. Hát, ugye, még ilyenkor érzi Balázs is, hogy múlik az idő, hisz már nagy idők tanuljának mondhat ő is. A helyzet az, hogy ti lehet, hogy öregedtek ott ketten, de én egymagam most olyan szép férfi zestet, már magamnak is kezd, narcisztikus módon magamnak is kezdek tetszeni, mert járok le gyúrni, most megyek innen, vártam a telefonotokat, de megyek le az edzőtermembe gyúrni, ahol én vagyok az edzőterem arca. Nem a bicepsze, az arca, de majd leszek én még a bicepsze is. Na jó van, Dani, köszönjük szépen, vigyázz én magadra, jó edzést neked. További vidámságot, szervusz. Ciao, ciao. Benkő Daninak, köszönjük szépen. Kedvelmét egyébként. Hogy jól hozza a hülyed, egy nagyon értelmes, intelligens hát pasi. És hihetetlen, hogy belegondolok, hogy nem csak a kottolvasáshoz, meg a nunikhoz ért, hanem ért az autókhoz is. Hát hogy letolt már egy kis előadást? 8:30 volt pontosan, 4 percen jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Megfulladok. Na. Vizet neki! A halálomat akarja valaki, gyerekek. Ez a helyzet. 3:40 pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt. Megnézted az Enzót? Ugye? Minek néztem nem? Volna. Ja, azt hittem. Nekem van csajozós verben. Illetve van csajod. Éjjel, most már hova csajozom? Lapos, olasz, lenyitható teteje. Mi kell még? Meg vagy. Ennyi. Egy vontató kötél és már. Lapos, olasz. Én nem így emlékszem a békára. Az igaz, ő nem lapos, nem olasz. Elmetes nagykaniz a Székesfehérvár tisztére jól járható süt a nap. Jacek küldte nekünk. Enyink Balaton Bozsók előtt kamion borult az árokba, ment és még nem kezdődött el. Még járható mindkét sáv, de nagyon csúszós. Ez egyébként a 64-esen van. Bácsalmás és Baja között hóáthúvások nehezítik a közlekedést, üzente Balu, és baleset az Üllői felüljáron, a városból kifelé menő rendőr már a helyszínen van, Gyufa üzente nekünk, Győrtét vonalon oké, semmi csúszás, ezt pedig Geri küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, van itt egy eset, amiről akarok beszélni, nem vagyok nagy BKV-zó, úgyhogy ezt nálam sokkal jobban tudjátok, mert Jani minden nap, Feri pedig ugye alkalmanként, praktikussági okokból BKV-val jár. De mi történik ott a BKV közterület felügyelő kontra utas fronton? Megnéztem ezt a videót, hát most ezt nekik lehet, vagy nem lehet? Tehát én, mint csaló, én, mint blitzelő nem veszek egyet. Ez eddig rendben van, mármint nincs rendben. De hogy itt hárman ráugrottak, leteperték,
rendőrt hívtak, dulakodás volt, tehát ez egy teljesen megszokott állapot az utcán, manapság Budapesten, hogy közterületesek és rendőrök, illetve ellenőrök tepernek le blitzelőket, hogy mi van most ezzel? Picit túlzónak érzem az intézkedést, de ti elmondjátok majd, hogy igaz-e, nem tudom. Hát, mivel ugye most az a helyzet, hogy van egyféle szempont, ami a közterületeseknek a szempontja, meg van egyféle szempont, ami az állítólagos blitzelőnek a szempontja, magyarul mi sem tudjuk, hogy valójában mi történt. Mi is láttuk a videót, és néztük, és megdöbbenve láttuk azt, hogy három ember egy negyedikkel birkózik. Jó. Úgy picit azt éreztük, hogy túlerőben vannak. De föltarthatja szerintem azt az utast, aki nem volt, nem kezelt jegyet, nem volt jegye. Ti vagytok a BKV-sok, hát kérdezem én, hogy lehet ilyet? Mit szóltok ehhez, ti BKV-zók? Hogy... Ha valaki jegy nélkül akar lemenni a metróba, és úgy akarja használni a szolgáltatást, azt ők feltarthatják, hiszen nem vett igénybe a szolgáltatást úgy, hogy nem fizetett érte. És a hírek szerint ez az ember, akit ők elkaptak, így vette igénybe a szolgáltatást, és még ez önmagában se baj, hanem utána, hogy ő kezdett el rúdosódni. Aha. És akkor meg mi történik? Elengeded azért, mert verekszik? Akkor ezentúl mindenki bele fog rúgni az ellenőrbe és a közterületesbe, hiszen akkor úgy is elengednek. Tehát továbbra is ott kellett tartani. Tehát abban az esetben, hogyha ő volt agresszív, és ő kezdeményezte ezt az egész bunyót, akkor igazából jogos kellett, hogy legyen ez a dolog. Ha nem volt rúgdosás, és ez a három ellenőr vagy közterületes elkapta és elkezdte agyabugyálni, akkor meg nem jogos. Hunyok. Igen. Uh-huh. Akkor meg tényleg nem jogos. Az biztos egyébként, hogy én is voltam már egyébként olyannak a szemtanúja, hogy valaki nem akart felmutatni egyet, és mégis le akart menni. És akkor így összezártak az ellenőrök nyilván, megszóltak a közterületeseknek, és akkor nem engedték le egyszerűen a metróba. Ami, valljuk őszintén, egy teljesen jogos fellépés, abban az esetben, hogyha nem történik különösebb atrocitás, mert hogy nem vett jegyet, nincsen bérlete, akkor nem használhatja a metrót. Na de mondjuk nekem nincs egyem, nincs bérletem, és megpróbálok lejutni, akkor de nem rúgdosom, akkor ők leteperhetnek? Minden további nélkül három ember rám veti magát, és leteper? Hát nem akadályozhatnak abban. Bocsánat. Hát te kezdeményezed ott a balhét. Csak egy pillanat, rájunk már meg. Csak kérdezem. Ott állok én, aki ellenőr vagyok, meg a Jani, meg még egy haverunk, és jössz te, akinek nincs jegye, és megkérünk, hogy mutassa a jegyét, bérletét, te azt mondod, hogy nincs, és elkezdesz lemenni. Igen, csak kérdezem, de ti ellenőrként nem nyúlhattok hozzám, de nem? A közterületesek nyúlhatnak hozzám. De neked meg nincs jogod lemenni, hiszen nincs jegyed. Ezt én értem. Érted? Hát, persze. Hogy akkor hol a világrendje, hogy mi nem mondhatjuk azt, hogy uram, ne menjen már le, mert nincs jegye. Olyan viszont nincsen, hogy valakinek van egy érvényes jegye, vagy érvényes bérlete, és azt nem engedik. Ha most arról szól nincs tömegközlekedést. Hát nyilván arról szól, hát most érvényes jegye, azért nem hallottunk olyat, hogy volt a némely bérlete. Itt az úriember azt mondja, hogy neki volt, viszont a közterületesek, illetve az ellenőrök azt állítják, hogy nem volt. Ez akkor is túlzó, hogy négy rángat egyet. Tehát, hogy én megnéztem azt a videót, hát én nem tudom, mi történt, de hogy azért ott négy ember rángat egy embert, azért, mert valakinek nem volt bérlete, hát azért én nem köztörvényes bűnözőkről van szó, mert megértem. A fiú egyébként azt mondja, hogy ő szeretett volna fizetni az utazásért, csak akkor már ugye nem tudott, mert nem engedték el, és az egyik ellenőr odaszólt a másiknak, hogy innentől a tiétek. Az innentől a tiétek kiderült, hogy az ellenőr mondta a közterületeseknek, akiknek átadták, és... A fiú ugye megpróbált menekülni, mert megijedt attól, hogy hárman ott rávetették magukat. És ezért kezdett el verekedni. Aha. Hát ez így van, akkor túlkapás nyilvánvaló a közterületesek részéről, hogy azonnal, ahogy azt mondták neki, hogy akkor tiétek, akkor elkezdjük rugdosni. De közterületes lenyomhat a földre? Igazoltathat? Meg lenyomhat? Igazoltatni igazoltathat, úgy tudom, hogy van. És nyilván, tehát eljárhat. Nyilván megakadályozhatja azt, hogy te az igazoltatás alól kibújj. Tehát, hogy ott tarthat a helyszínen. Például rendőri intézkedésig lehet, hogy ő ott tarthat. Uh-huh. Akkor tök jogos. De akkor bekeményített a BKV, mondhatni, nem? Be. Neki nem szórakoznak, ha itt négyen letepernek egyet. De az ellenőr nem teperhet le. Nem. Semmiképpen. De megakadályozhatja, hogy lemenj a metróba például. Aha. Ugye? Azt igen, azt megakadályozhatja, hogy nem beveheted igénybe a BKK-nak a szolgáltatásait akkor, hogyha nem veszel jegyet, ha nincsen érvényes bérleted. Jó, és én mint az agykirály katonában át akarom törni az ő kordonjukat, hát, akkor mi történik? Akkor megint szólnak a közterületesek, és akkor a következő lépés, ez meg nyilván a rendőri intézkedés. Igen, csak de a fiú egyébként azt mondta, hogy nála volt jegy. Ez a baj ezzel mire az egész történettel, hogy... addigra nem hagyták, hogy érvényesítse, és mondta, hogy figyelj, itt van a kezem, ha nem hagyod, hogy érvényesítsem, akkor nem fogom tudni, és már lökték át a közterületesek, mint a cápák rávetődtek, leteperték a földre, de ugye elvileg a srác azt állította, ha jól emlékszem, hogy neki egyébként volt jegye. Igen. Csak nem tudta érvényesíteni. Ezek ez, hogy nem túlzó kicsit, hogy ott négyen rávetődtek. Az ellenőrök meg azt állítják, hogy ugye nem akarta felmutatni,
ráadásul még el is kezdte őket ócsárolni. Tehát, hogy itt megint az a szituáció van, hogy az egyik állít A-t, a másik meg állít B-t. Hát nem tudom, én akkor is túlzónak érzem. Szerintem itt a tanukra, értem, hogy a tanukra kellene hagyatkozni. Egy szolgáltatást, és nincs, hogy négyen téged meggyepálnak azért, mert nincs rád egy 300 forintos jegy. Hát ilyen az alapon akkor jó. A négy mindig többen lesz, mint az az egy, akit meggyepálnak. Ilyen alapon bármi történik, ha nincs jegyet, ha van bérletet, ha nincs, mindig annak a négynek fogunk hinni, hiszen négy állít szemben egyel valamit. Az, hiába van annak az egynek jegye, nem fogják elhinni, mert a négy azt állítja, hogy nem volt. Akkor négy meggyepálhat egyet, mert azt mondja, hogy neki nem volt. Mi van, ha volt? Akkor meg úgy gyepálták meg, hogy közben volt jegye. Tehát azért nem mondjuk mindig azt, hogy hát tök egyértelmű, ha nem volt jegye, megérdemli. De, és ha volt tényleg, jó, akkor négy meggyepálhat egyet. Hát nem áll. Hát nem hol mondtuk ezt, nem mondtuk. Nem nektek mondom, csak ugye általában. Azt tudjuk, hogy melyik megállóban, metró megállóban volt? Ugyanis azt mondja, hogy ez busz volt, nem metró. Vagy busz. Aha. Ferenciek terénél szállították le, azt hiszem. Aha, jó, tehát felszállt és ott nem volt. Mert ha metró, az más a helyzet, mert például itt ugye nem mondhatod azt, hogy nem volt időm érvényesíteni, ugyanis először érvényesítesz, mész 5 métert, legalább 5-öt, de inkább 8-at, és akkor ütközöl bele az ellenőrök. A metróban ez sokkal egyszerűbb. Igen, buszon az elképzelhető. Én rosszul vagyok ettől. Tehát, hogy én semmiféle igazat nem adok, még nektek se, akik BKV-znak, akkor sincs joguk leteperni. Tehát mi az, hogy téged letepernek, érted? Négy közterületes, négy olyan ember, aki sokszor az ilyen közterületesek, tudod, a hatalmat kapott kispolgár, tudod, akit elnyomtak, vertek, megalázták, az a közterületes lett, ez a közterület felügyelet, és aztán ütünk, vágunk, gyepálunk mindenkit. Tehát hogy van ez? Persze, hogy van az, hogy egyébként leteperik a földre, ráadásul tényleg azt mondja, hogy volt jegye, de még ha nincs is jegye. Akkor, hogy négy ember rá fog vetődni, és leteperik a földre. Nem tolvaj, nem rabló. Persze, megpróbált lejutni. Tételezzük föl, mondjuk, hogy nem volt egy ilyen. Akkor fogják meg, fogja le kettő, fogják meg a kabátját. Nem teperhetnek le a földre. Hát nem áll, tudod, mi három ilyen elborult agyú, ilyen közterületes. Hát ez szerintem ez nonsens. Nyilván voltak a korábban olyan esetek, teljesen egyértelműen voltak, én is olvastam ezekről, meg hallottam ezekről, amikor mondjuk lehet, hogy nem ilyen habitusúak, mint ez a srác, hanem agresszívebbek, durvábbak, például kiosztottak egy-két ellenőrt. Kérte a jegyet, megverték. Aztán persze, hogy kellettek melléjük valaki. Azzal nincs bajom, igen, csak ez a négy megy egyre, tudod, ezt én megnéztem ezt a videót, és gondoltam, bármi van, ez akkor se korrekt. Szóval, hogy ne nézd meg azt a videót. Hát rángatják, ütik, leteperik a földre, hát ennek a szerencsétlennek még tételezzük, hogy és ha esetleg nem volt jegye, egyébként egy diák, tehát azért, mert nincs jegye, még nem mindenkinek azért nincs jegye, mert egyébként köztörvényes bűnöző, csaló. Persze nyilván nagyon sokan blitzelnek, az se jó megoldás, nem ezt mondom. De azért ez finoman túlkapásnak tűnik ez a dolog, hogy leteperik, és ott finoman. Hát mindenképpen egy hátizsákos iskolás fiatal srácot, nem? Hát azért ez azért, mert nem volt jegye. Ha mondjuk nem volt. Ha meg volt, akkor meg pláne kellemetlen. Mit mondott a BKV? Nyilatkoztak? Hogy volt jegyük, igen, az most az van. Vagy hogy volt jegye. Volt jegye. Az embernek nem volt ideje érvényesíteni, ezért szedték le a buszról. Nem tudom, a közterületeseknél azért kéne, hogy legyen valami, ha már hatalmat kapnak, nem? Hogy valami belépő, vagy bármi. Tehát, hogy ilyen embereknek az ember hatalmat ad, akkor azért azzal nagyon óvatosan kell bánni. Tehát a rendőröknek is van, azért elvégeznek bizonyos iskolákat. Nem tudom, mi a felvételi a közterületnél, vagy mi az elvárás, hogy te közterület felügyelő lehessél. Tehát azért az a legveszélyesebb, amikor ilyen emberek kapnak sokszor hatalmat. Nyilván nem általánosítok, meg nem minden közterület felügyelő teljesen bolond. De hogy olyan kap hatalmat, akinek nem biztos, hogy szabadna hatalmat kapnia. Hmm. Nem? De azért ezen érdemes elgondolni. Hát itt ebben az esetben lehet, hogy azért mondom, hogy nem ismerjük a sztorit teljes egészében, mert hogy mind a két fél mást állít. Hogyha most ezt megelőzte, ténylegesen egy ilyen káromkodás, dulakodás, rugdosódás a srác részéről, ahogy azt állítják. Figyelj, engem akkor leteperne, ha nekem lenne jegyem, de és mi engem volt leteperne, négy tudod, mit csinálni, előbb? Én is ezt csinálnám. De mi volt előbb? De nem, azt nem tudom. Érted, ha már letepernek, akkor oké, de a következő helyzet, van jegyed, nem volt idő érvényesíteni, megállítanak, és te elkezdesz beszólni mindenkinek, elkezdesz rugdosódni, meg elkezded ütni akkor, az ellenőr, igen, az akkor megint más. Nem védeni akarom őket, igen, mert értem. Ha az van, amit te mondasz, akkor tök jogos a felháborodásod, akkor túlkapás volt. De ha ez a csávó elkezdett ott ugrálni, meg elkezdte őket ütni, akkor hogy hárman lefogták, és ez már a videón ugye úgy jelenik meg, hogy ez túlkapás, akkor azért ott egy kicsit nem biztos, hogy igaza van. Onnantól kezdve azért tényleg a közterületesnek sem kell nyilván lenyelni azt, hogyha valaki belerúg egyet. Valahogy akkor már neki is meg kell védenie magát. Aztán, hogy most megtörtént ez. Igen, mi keressük a BKV-t, meg a közterületfelügyeletet egyébként. A BKV azt mondta, hogy a közterületesek intézték, nyilatkozzanak ők. Keressük a közterületfelügyeletet, ők se akartak nagyon megszólalni. Tehát, hogy mi nyilván szerettük volna őket megszólaltatni, csak érdekel, hogy mi volt a dolog hátterében valójában.
hogy mi történt. Nézd, ha valaki blitzel és elkezd verekedni, én is azt gondolom, hogy meg kell fékezni az utastársai érdekében is. Persze. Csak hogy hol a határ, tudod, van, tehát nem ennyire egyértelmű. Négyen vannak, egy ember van, biztos, hogy nincs jegye. Van-e ott valaki, aki dönt, és azt mondja, gyerekek, álljatok meg, kérdezzük meg, hogy volt-e valójában jegye, vagy mi történt, pontosan nem tudjuk a konkrét ügyet, csak hát ez a videó ez nem néz ki túl jól. Ha verekedett és anyázott, akkor nyilván megérdem. Ez szerintem megint tipikusan olyan ügy, mint amikor mondjuk a rendőröket valaki feljelenti azért, mert túllépték a hatáskörüket, mert indokolatlanul erőszakosak voltak. Ezt mondja az, aki feljelentett őket, aztán meg a rendőrök állítják az ellenkezőjét, vagy mondják azt, hogy egyébként a szituációnak megfelelően a jogszabályi keretekben foglaltaknak megfelelően jártak el. Tehát most egyik is állít a másik, valamit a másik is állít valamit. Valamit kell csinálnom. Tehát, hogy ha belekerülök egy ilyen szituációba legközelebb, majd rugok egy tesztet. Hogy? Hát csak akkor tudnám megmondani ezt, hogy most kinek volt igaza, vagy tényleg túlépik-e, hogyha én, igen. Na, akkor felszállok én is a rudasnál, és hogy hívják, majd keresgélem egy kicsit a jegyemet, és hátha. Jegyéjéz, egyszer már rugod is. Persze, ugyanakkor nem tudom, mi a megoldás a valódi blitzelők ellen. Tehát, hogyha ott nekem nincs egyem, lemegyek és kettőt lecsavarok ott mindenkinek, akkor engem akadályozzanak meg. Tehát én nem tudom, mi a valódi megoldás, nem? Mert azért közben meg nagyon sokan próbálnak viccelni a BKV-n. Tehát, hogy az rendőrt mindenhova tenni meg nem tudsz. Tehát ez egy ilyen állandó harc lesz. Közterületfelügyelet, blitzelő, nem blitzelő, ellenőr. Hát ez egy ilyen macskaegérjáték, amíg létezik ez a rendszer. Mi van a kapukkal, ezekkel az ellenőrző kapukkal? Amit megnéztünk. Amit megnéztünk, és kimentünk tesztelni, és azt mondták, hogy 3 hónap múlva ez úgy néz ki, hogy beáll a csatasorban, most eltelt azóta 7 hónap, azok valaki még... Megmatult már rajtuk a plexi, ahogy nézegettem, nagyon sokszor mentem már el mellettük. Eleinte mindig kipróbáltam egyet-egyet, megnéztem ezt, aztán megnéztem azt, aztán még egyszer, aztán meg, amikor már 4-szer próbáltam végig az összeset, utána rájöttem, hogy igazából teljesen értelmetlen az egész. Én már csekkoltam, nem 1 hétig, 2 hétig, 3 hétig, 4 hétig, már unásig, és akkor most már szépen lassan mindig azt szoktam csinálni, hogy elsétálok mellettük, azt kész. Fej-fej mellett halad valószínűleg a szavazáson a 2-es és a 4-es kapu. És valamiért. De, és nem tudnak, de akkor a többinek tenni. Már nem kéne működnie. De azért vagy kiesett, vagy mit tudom én, hogy legyen rajta egy piros X, vagy ilyesmi, hogy akkor őt nem lehet. Hogy ez a 2 tetszett nekünk a legjobban, közlekedőknek. Az továbbra is ugyanúgy ott vannak, és elsétálsz mellettük. De elsétálsz mellettük, illetve nekem egy ismerősöm mesélte, hogy ott áll egy ember, és egyenként, amikor mennek, igen, át, akkor nyomogatja a kapukat. Ha nem tudod megnyomni, akkor. Ha te nem tudod magad megnyomni. Ha nem tudod megnyomni, akkor igen. De akkor tudod, mi hiányzik itt? Hát ez teljesen egyértelmű. A döntés, az hiányzik, igen, hogy akkor most melyik? De nem, akkor azok a jegyek, amik most ugye vannak, igen, azok egyelőre még mindig nem kompatibilisek a kapuval, ugye, mert ez hogy megy Londonba, amik berakod, átmegy a rendszer, és a másik oldalon kiadjanak egyet, kihúzod és mész tovább. Tehát akkor nincs olyan jegy kvázi tulajdonképpen még mindig, amivel ugye lehetne működni, illetve hát gondolom, hát nem állították csatasorba a kapukat, emiatt még nem kezdtek el jegyet. A kapuk működnek gomnyomásra. Ennyit megállapítottam. És ott áll Jocó és nyomkodja. Így van. Hogyha te esetleg nem tudod, de mondom, én már annyiszor nyomkodtam mindent, hogy már én is állhatnék ott szakértőnek. Ez döbben. Mert van munkája így plusz X embernek. Ha? Na most mit csinálnál? De mutatósak, menők egyébként. Nekem tetszenek ezek a kapuk. De akkor egy nélkül is átok menni, hogy nincs ellen, csak megnyomom a kaput, bemegyek. De akkor ennek mi értelme van? Hát, kicsit színesíti az utazást. Olyan unalmas az a Corvin közi metró megálló része, értem. Egyébként a BKK-t megkérdeztük a kapukról is, na arról végképp nem akartak nyilatkozni. Tehát, hogy ezt megpróbáltuk volna kicsit részletesebben körbejárni a verekedést, illetve a kapukat, de nem. Mondjuk nem. Én látom már a jövőt, hogy előbb-utóbb először a jobb szélső, aztán a bal szélső, aztán meg a középső romlik el, és akkor majd ott, hogy hívják, kapnak keresztbe egy ilyen izét, egy ilyen X-et, vagy egy csíkot, vagy lefolyázik, igen, és akkor üzemen kívül, stb. És a végén már csak egy fogott árválkozni középen. És ő lesz a mi kapuk. Figyeljétek. Igen. Azon én is átmegyek akkor, mint egy utolsó. Igen. Ugye 3 hónap volt a teszt, és 3 hónap üzembejegyzést ígértek. Körülbelül így, na most ez volt 7 hónapja. Három. Csak úgy megörültünk. Hát üzembe maradtak. 8. Igen, egyébként mennek. Ennyi. Szenzációs. Állott bélet nyomkodja. Imádom. Nagyon jó. Na jó van, 3-as ugrást játszunk már is valakivel. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki!
Egyébként csak azért vigyük tovább ezt a témát, majd hétfőn megpróbálunk tényleg a közterülettől valakit előkeríteni, hogy ha nyilatkoznak, reméljük fognak, nem úgy, mint ma, hogy tényleg milyen kiképzést kapnak. Ez csak egy utolsó fontos mondat, hogy azoknak, akiknek hatalmat adunk, kiengedjük őket az utcára, és azt mondjuk, hogy te bíráskodhatsz, más ember felett dönthetsz, azoknak mi a felvételi kritérium? Aha. Milyen kiképzést kapnak, hogy képzik őket? Ugye azért egy rendőr átmegy, amiről beszéltünk, egy bizonyos iskoláztatáson, nem? Egyértelmű. És fel van erre készülve. Hát azért ezen érdemes utána menni, hogy azon közterületesek hogy működnek, miként működnek, és mi alapján működnek, és milyen iskolával kell, hogy rendelkezzenek, nem? De. Ez téged másnap valamelyik ott leteperhet egyébként a hetes buszon. Érdemes erről beszélni. Hát most már alapfokú sotokán, meg így. Jó, hát kíváncsi vagyok. Nem, kíváncsi vagyok. Hétfőn ezzel foglalkozom. Itt van a játékosunk, halló. Sziasztok, jó reggelt. Hello, Csabi. Jó reggelt, sziasztok. Csabi, honnan hívsz minket? Fehérvárról. Fehérvárról. Na jó, van. Milyenek a kérdések, Jani? Hát szerintem nagyon könnyűek. Mi van veled mostában? Megint könnyű kérdéseket írsz mindig. Nem baj. Az nem, nem persze. Szórjuk az ajándékot. Hát várjál, mi volt a... igen. Ki játszott a 300 című filmben Leonidas király? Igen, az nem volt könnyű. Nem, az betette a kaput, és azóta megpróbálok egy kicsit javítani a renomémot. Igen, és ez tegnap előtt volt. Mehetünk, Csavikem? Persze, kezdjük. Így szól az első kérdés, dedikált nyakbalkasztóért. Melyik állat magyar hangja volt Geszti Péter a Jégkorszak című filmben? Szid. Jaj, jaj. Így van. Így van. Így van. Mehetünk tovább? Persze, nem. Klassz FM-es szatyor, a tét, így szól a második kérdés. Mit Törökország hivatalos fizetőeszköze? A török? Hát a hivatalos az a török lira, szerintem az euró. Az török, lira, lira, az euró, nem lira. Lira, igen. Mostanában sokat lehetett róla hallani. Bizonyám, igen, mentünk, ment a lira, mentünk mi is, nem? Jöhet a harmadik kérdés? Próbáljuk meg, persze. Na, így szól, sapkáért. Milyen nemzetiségű csapatban játszik a Puskásdi idei győztese Zlatan Ibrahimovic? Milyen nemzetiségű csapatban? Spanyol. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, basszus, nem a Real Madrid, tőlök. Igen. 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 Kapkodtál. Kapkodtál. Jöjjön egy boom hátha, jó? Jó. Na, mennek az ajándékcsomók, Tiki Taki, figyelj! Húha, hát sajnos nálam semmi. Nálam semmi. Egyedül a nánál bevillogott. Nézd, de édes vagy, villogtál? 40 alatt már mindenki bevillog. Igen. Csabi, ne haragudj, nem adott a rohadék. Köszi. Hát szomorúak vagyunk, nem mindegy, köszönjük szépen az. Ciao. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt 4 perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 4:10 múlt pontosan 3 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. És közlekedés híreink vannak. M3-as, 203-as kilométer, Lézer Nyuszi, Cila küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Elpusztult kamion a 405-ös úton Cegléd felé, félpályás a történet, üzente nekünk Ede. És Cece és Alsó-Szent Iván között kamionok ütköztek a csúszós úton, teljes az útszár, kerülni alap felé lehet. Ez a 61-es úton történik, egyébként Pampalini üzente nekünk, köszönjük szépen. Megnézem, hogy mit írt Anna. Írtál valamit nekem, kedves kis üzenetet? Lajos üzen nekünk. Kecskemét és Hetényegyháza között fölborult furgon. Óvatosan mindenki. Így jött az üzenet egészen pontosan. Megnéztem még ezt a leteperős videót. Valaki odáll nagyon okosan, és a bombás robbantót kapták el. A bombás robbantót. Megvan a terrorista. Megvan a merénylő. És üvöltöznek az emberek. Megvan a merénylő. Ez valaki... a teperjék csak le. És így terjed a közhangulat, így hallod, így lehet morajlás, így hallod, és az kiderül, hogy valaki beordítja a merénylő, és mindenki kezdi elhinni, hogy a merénylőt fogták el. Valaki ott hetszeli őket, kelti a közhangulatot. Van egy aranyos néni, hát miféle viselkedés ez? De senki nem megy oda egyébként segíteni. Hát igen, de persze kinek a pártjára állnál? Abban a pillanatban. Látod be, hogy maga a szituáció, hogy kívülről ránézel, azt látod, hogy 4-1 ellen. Tényleg. Akkor azt mondanád, hogy ez, annak az egynek a pártjára alok, mert hogy ő biztos, hogy ő az, aki a rövidebbet húzza, és biztos, hogy a többiek, meg egyenruhások, meg közterületes, úgyis utálok őket. Persze, biztos, annak az egynek van igaza, de nem láttuk, nem voltunk ott.
Na mindegy. Peti beteg, képzeljétek el. Jobbulás neki. Jobbulás. Lebetegedett a mi drága Petink. Ő az influenza első áldozata. Már el is vitte. Jó, ugye. <értem. gül> Szörnyű hét kell bejelentelem. Borzasztóbb ez a péntek, mint gondoltam. Élő adásban kell megtudni. Nem, Peti tegnap írt egy meglehetősen hát, hogy mondjam, szomorú hangvételű e-mailt, amelyben hát mélységes mélygyásszal közölte, hogy hangja nem terjed ki arra, nem is tudom, mire, hogy tudjon énekelni, úgyhogy nem tudod petélyeteseket készíteni. De miért nem csinált kis videókat, akik minket elbábozza, mondjuk. Jó lenne. Igen. Szegény, jobbulás neki. Peti, hallgatsz minket. Van egy meglepetés vendégünk, és annyira utálom a meglepetés vendégeket, hogy ezt el nem tudom mondani, hogy valaki, aki be akar most ide jönni, de hát úgy ahogy te hype-olsz, úgy nem hype-ol föl senki semmit. És hozott is valamit, képzeld el. Mert te már tudod, hogy ki? Nem, benne van az adás, mert van egy meglepetés vendégünk, és hoz valamit. Félj, ki kellett hozatni a Rudimat. Képzeld el, nem lehetem be. Rudolfért. Igen, ott volt bent a szobánkban, a Morning Show szobában bent volt? Igen. És onnan kellett kihozatnom, mert hogy nem mehetünk be mi se. Úgyhogy én is már nagyon kíváncsi ki az, vagyok. Aki nekünk meglepetést akar hozzá? Próbáljuk meg kitalálni, tessék, ki jön most hozzánk. Azt mondja, Mikulás, hogy... Mikulás már volt, Jézuska volt, a Peti beteg. Nyuszi gyarús, még nincs. Várjál, nem lehet itt a Peti betegsége kicsit kamu, és valami, tehát valami ilyen, jaj, nem csináltam anyagot, beteg vagyok, nem? És beküldött valakit maga helyen? Nem, csak most gondolom, most hangosan próbálom összekapcsolni, mert gyanús, hogy most hirtelen pénteken jön egy meglepetés vendég, de egyébként Peti beteget jelent. Nem, lehet, nem? Hogy, nem lehet, hogy kaptunk egy Dorothy Black live show-t? Ő kicsoda. Nem, Mészáros Dóri. Ja, ebben vannak hiányosságai. Ő Dorothy Black néven fut, igen? Is. Jézus! Na ez jó! Miért gondoltam, hogy te leszel? Atya úristen! Pauli! A következő mondatban mondtam volna, hogy szerintem te vagy. Ha egyet tippeljetek, szerintem rátippelek, igen. Jó sejtettem. Igen. Most vagytok fiúk. Szevasz, Pálko. A Black, de nem Dorothy. Jó, közel a... Black, csak nem Dorothy, igen. Na, mi van vele, te őrült? Nagyon-nagyon jó vagyok. Én azért meglátogom titeket, ez az jó kis meglepetésre szántam, ezt a mai napot. Igen, az lett. Jó, közel a mikrofon. És hozom nektek egy ajándék. Egy ajándék. És ezzel akarom ívni titeket ez esküvőmre. Mert nálunk ez a szokás, valaki ajándékot hozott, ezzel csak hívni kell a másikkal esküvőmre. Sok szeretni, hogy a ti is ott legyetek Nigériában. Március 29-en ott a helyet. És hozom ezt ajándék. Jaj, Istenem, igen. Hála Istennek, én nem vagyok rajta, én nekem nem kell mennem, gyerek. De, Kicsi elszúrtam. Én már láttam egyszer, de szerencsére már elfelejtett. Igen, én is láttam valamelyik fókuszban, hogy Pánkó elkezdett festeni, megfordította a fényképet, vagy ezt a festményt. Jani, Balázs, és hát Ferinek mondja, hogy elrontotta, mert hogy véletlenül... Pánkót rakta be középre, de hogy akkor Feri a Pánkó, hogy hol Feri? A Pánkó, igen, igen. Istenem, nem kell utaznom Nigériába. De Feri a szerencsés, hogy nincs rajta. És mi történt az arcommal, Pákol, monoklim van, vagy ez micsoda? Nem, ne, kicsi, ne banultál. Kicsi, ne banultál. Jézusom. Itt a Jani, kicsi, itt kopász, tudod? Ja, igen, hát, igen. Kopász nagyon. De Pákol, Jani, de... még hagyján, de a Balázs, te Jézus. Atya, és nyugtassatok meg, nem vissza, nem? Tehát, hogy hát ez figyeljétek a kép alapján, én tényleg örülök, hogy élek, és hogy ilyen szépen rendbe rakták, újra összerakták az arcomat a frontális baleset. Igen. Pákol, ezt lábbal festetted, vagy ez hogy sikerült? Nem, a kézzel festettem. Kézzel? A nevem... A Paco Picasso, a nagy festő. Pablo Paco. Tudod, sokszor mondom, hogy neked a legjobb. Neked a legjobb. Jó. És ezzel szeretném minket meghívni az esküvőre. Abszolút. És hol a Feri? Lehagytad? Vagy később jöttél? Nem. Hát mondom, mi? A Feri a fekete a közepén. Igen, hogy a jelen esetben a kép közepén ugye Paco van, de hát akkor a Feri elvesztette haját és fekete lett. Egy az egyben Feri egyébként. És mi mögöttünk az a hőközpont. Tényleg egy csőrendszer, vagy ez micsoda mögöttünk? Nem, a csőr azt jelenti, amit átúvan, hogy
energia, ám energia folyik. Aha, folyik, ja. Folyik, tudod, és, a, és azt tudja, a Class FM, tudod, meg a minden, a Vundásom, meg annak ideje, meg a minden, a Vundásom, hogy a minél több sikeres legyen, ez a csó, fúj benne, ez energia. Energia, tudod, érted? Figyelj, és az, amilyen aukció már értékesíted, vagy lesz majd valami, vagy készülsz? Képértékesítés segítek, hogy eladod majd, vagy mi lesz a sorsa? Soba kerül, ez eladás is, de egyenlőre, etedik a festmény van eddig, amit már festettem, lesz a kiállítás is, nagyon-nagyon komolyan veszem ez egész a Paco Picasso, a nagy festő, és el kell, hogy mondja. Ne hagyd abba, ne hagyd abba, semmiképpen ne. Semmiképpen, Balázs még senki nem látta a bőrát ültetése után. Ezzel képen viszont már így van. A bal szemem egészen furánál egyébként. Ez volt egy ilyen ráztalanító. Túlhúzták. Túl vagyok egy botox kezelésen tulajdonképpen, tehát így nézek ki jelen pillanatban. Kicsit túlhúzták, igen. Meg ugye ott látszódik, hogy a bal arcomat letépte a medve. Készültek fotók magáról a képről, fölrakjuk. Itt vannak a Balázs. A nagy óra, tudod, itt van egy nagy óra, nagyon jó. És hogy áll az esküvőd, mi újság? Hát letelted ezt már. Igen. Nagyon szép, köszönjük szépen, igen. Nagyon drága vagy. Te jelentkeztél be, hogy ezt szeretnéd nekünk behozni? Nem, ez egy kis meglepetés. Erről nem beszélünk, de azt már meg tudjátok majd az adás végén. Szóval, mi volt a kérdés? Hogy áll az esküvő? Esküvőn, el kell, hogy mondjam, esküvőn nagyon-nagyon jó állunk az esküvőre. Már a szüleim, már minden felkészülnek előre. Lesz mindenféle, azt jönnek a ruhájat, mert olyan ruhát fog fogni. Ruhában lesz? Ruhában lesz, ilyen angyomány esküvő ruhában lesz asszony, ami ilyen afrikai, tipikus afrikai a viselet. És erről tud, hogy ilyet kell majd fölvenni? Vagy ő viszi a kis fehér ruháját, és nem ilyet? Nem. Megmérettük az asszony. Megmérettétek? Igen. És akkor elküldtem az anyáméknak. És de előtte, amit a korábbi a Class FM-ben volt ilyen adásunk, hogy el kell kérnem az asszony kezé. Na, azt mondtad, hogy mész Erdélybe, igen. És mindenféleképpen megyek, a február 11-én megyek haza, a Erdélybe, és ott fogja na, az esküvőt. Egy nigériai Magyarországon élő ember megy Erdélybe. Tehát ez annyira vegyes, hogy az hihetetlen. Hát most hát ott a helyem. És szóval akkor kikéred a párodat, amiről beszéltünk, igen. Ez így szokás, hát hát ki kell kérni. És mi van, ha nemet mond? Hát akkor nagy baj van. Akkor nem viszed Nigériába. Hát akkor nem viszed. Akkor nem viszed. De remélem, hogy egyet mondod. Mert jobban vagyok íz az apjával. Hát figyelj, vegyél sztornóbiztosítást a repülőjegyre, aztán maximum lesz sztornózott, ha nem mentek, nem? Tehát még ha apa nem adja oda a lánykát, akkor még sztornózni lehet a repülőjegyet. Igen. Hányan mentek körülbelül ki Nigériába? Három megyük innen. Hárman mentek? Igen. Én, asszony és az apja. Viszont a papát is kérdés kövére? Igen. De a kérdés azt tudja, ti is jöttök. Nem? Ti is jöttök. Mit tudom? Figyelj, izgalmas a hangsrácok kettős. Az a kérdés. Nekem jó. Most ezt tisztázunk. Na, Feri jól. Én nem megyek, Áram. Páko. Nem. Nekem már ez is sok, hogy itt ülsz. Nem. Figyelj, Páko, mi lesz az asszonykát teljes neve? Hogy fogják hívni? Hát a Lapitené. Lapitené. Tehát Lapitené, Emese, ez lesz a neve, hogy Lapitené. Van Lapitené, szó szerint, Lapitené. Lapitené, már alig várom. Hát nem neki a legjobb srácot. Mutass még egy embert, aki mindig ilyen boldog. Nem tudok még egyet. Tehát Lapitené. Emese, mit mondtál, Emese? Emese, Lapitené. Emese, szép név. Szép. És meddig tart majd a lagzi? Három nap? Egy hétig. Nem áll, nem tud egy lagzi egy hétig tartani. De tud, megyünk tovább. Hol megy, mi a megy? Elvesz még egy nőt. Nem, erre gondoltam. Egy hétig? Nem. Nigériában csak egy ünő lehet elvenni, nem lehet kettő vagy három. Én nagyon-nagyon szeretném Emese továbbra maradni vele, mert nagyon-nagyon kedves, aranyos, szimpatikus nő. Aki tudja, milyen a belsője, az azt mondja, Páko, tényleg megfogtál. A jó tuti. Az jó. Te jól hangzik. De lehet, hogy egyébként Páko félértheted a kérdést. Azt kérdeztük, hogy ez esküvő meddig fog tartani, nem a házasság.
És hova lesz a nászút? Ott Nigériát bebarangoljátok? Vagy merre tovább nászút? Vagy hazamentek Erdélybe? Nem. A nászút, ott még nem tartok meg mozintén, mert annyira felkészülés van. Hát gondoljátok bele, énen elmenni Nigériába esküvőt tartani, hát tudjátok felfogni, hogy milyen készülés van. Hát le kell repülni, leszállni, felkészülni minden, és jönnek a vendégek. Ez tényleg bonyolult dolog. Hát én belemegyek, Feri. És ezt meg fogom csinálni. De a kérdés azt, hogy mindig nem váratok a kérdésemre, Jani és a Balázs és a Feri, hogy jótok esküvőmre. Mert azért. Ha engem tényleg meghívtok, én nagyon szívesen. Pákol, én félek, szívesen. Hogy kicsinálnak minket. Az első este zabálnak ott meg minket, de figyelj, a komolyan meghívása, ne legyünk puhák, menjünk el. Pákol, Balázs ott összefut néhány nigériai közterületessel, annyira ki van rájuk egyezve. Nagyon ki vagyok rájuk. Nem lesz semmi bajotok is. Vannak Nigériában közterületesek? Vannak? Vannak. Igen. Vannak? Vannak. Igen? De velem vagytok. Ja, nem, hát az egész megnyugtatok. Nem velem vagytok. Eddig izgultam, de most megnyugtatok. Eddig levert a víz, de most már, hogy te is ott vagy, hát veled aztán abszolút. Meg egyszerűen, komolyan mondom, megnyugodtam. Te is ott lesz. Ja, van ilyen, hogy nászinduló, tudod, amikor bejönnek a magyar párok, akkor ott ilyen fáradt ilyen termekbe, ott mindenféle nők ilyen karszalaggal magukon, és akkor ott ül egy zongorista és zenél, és akkor arra kell végigvonulni. Nálatok van valami, hogy sétálsz majd a mennyasszonyoddal, és akkor ott dobolnak, vagy énekelnek. Abszolút, van ilyen Nigériában, hogy szó szerint ugye elindulunk nagy tömeg, ja. A dobolás, a konga dobolás, és elkezd énekelni, és így elkísérünk az asszony az óta elé, és azt mondja, azt mondja, Csináljunk már egy kitelepülést Nigériába. És ekkora kell odaérni. Miért nem megyünk, kinyomunk egy morning showtornak? Komolyan, a 3-1 Nigériába, meg ott egy 100, nem egy annyira vészes összeg. Hát, biztos, hogy jobb bulit, csak mondjuk, hogy ez fog benni, másfél múlva egy országhúba dőlök. Amilyen szerencsétlen vagyunk, ott valaki úgyis levadász bennünket, és egy nap alatt a Ferit azonnal elkapják hárman, tudod? Én vagyok a nagy fehér főnök. Mondjuk már, igen, ha valaki mellett biztonságban vagyunk, az Feri, elbújjunk mögé, ordít egyet, ott elszaladnak. El kell menni és csinálni Nigériába egy morning showt. Komolyan mondom, hát miért nem csináljuk meg az esküvőjét? Nem lenne rossz egyébként. Mikor van? Március vége? Igen, március vége. Március vége. Tehát hárman kell menni, plusz egy ember kijön a gyugyó, igen. GPS-szel föllőjük ott, vagy ilyen 3G-vel valami. Van internet? Van 3G? Van. Ah, nincs, akkor messze. Akkor csinálsz. Jó. Messze ezen valahonnan. Ha nincs, messze ezen. Föllőjük műholdra valahogy. Na, nem csináljuk. A GPS koordinátákat azt adjuk meg a technek azért. Szerintem nem jönnének értünk. Ne. 30 forintot sérünk, nem indulna a tegmentő akció. Figyelj, nigériai morning show. Hát ezt én nagyon-nagyon tudnám szeretni. Leszállunk a repülőről, ott még mennyit kell autóval utazni? Ez egy hosszabb túra? Vagy? Hát nem, ez egy két órát. Két óra? Ha. Maximum. Uh-huh. Oda. Gyalog, mert oda, nincs de autó. Vissza 9. Ott most van nyugi? Nyugi van nálatok? Tehát, nyugi van. Nyugi van? Most jelenleg nyugi van Nigériában. Béké, peace, everything. Jó, mert azért sose lehet tudni. Ott azért ott pillantok alatt történnek változások. Ennyi, szomáliai rokonokat vártok eset? Belekeveredünk ott valami csúnya banda háborúban, azért az nem szép. Nem. Na jó van, Pákokám, nagyon drága vagy, hogy behoztad nekünk ezt a képet. Mit csináljunk vele? Tegyük fel a falra? Abszolút, azért hoztam. Feltegyük meg fordítva? Nem lehet lefordítva, nem lehet. Szóval, nekem hoztam is akkor. De rendes vagy. Legközelebb csinálj egy olyan képet is, amin a Feri is rajta van. Kérünk egy olyat is. Jó, gyusson ki neki is a jobban. De az nagyobb legyen, mint ez.
És csak a Feri legyen. Igen. Jó, jó. Jó? Na vigyázzál magadra, a lány kérése megvan már, hogy mit mondasz, vagy tudod már? Valami kis szöveg, amit betanultál. Mindjárt itt van a február drága közepe. Apuka. Drága igen? Apuka, azért drága jöttem. Apuka. Van valami? Ja, nem. Mondjátok tovább. Ja, nem drága készültél? Nem. Én azt hiszem, úgy illik ilyenkor, hogy elmenni, azok legalább 3-4 pálinkát tudom kezembe. Aha, jó, ez egyébként nem lesz. Szerintem ez nem. A keske, vagy mit tudom, a csíket, mindenféle kis drága apósó, neked ezt osztom. Csak engedjen a lányodat, hogy feleségű vegyek. Hát nem, hát milyen szép, nem, Feri. Páko, neked a legjobb, sose feled. Sose feled. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél. Egy képet még kérünk a Feriről is, akkor jó legyen ez a... Jó? De most ne foglalkozz, mennyi az esküvőre. Ez a beugrunk az esküvőre, hogy Feriről is egy képet. Te ne fokarkodj el a színekkel. Ez a kutya baj. Nem, ez a kutya baj. Nekem jó ez, hogy csak az megy a kiajándék. 3 óra megy, megfestelek. Ez is látszik az 3 óra. Ez mennyi ideig készült? Ez mennyi ideig csináltad? Ez az 3 órát. Jézus atya úristen. Igen, az 3 óra. 3 óra. Ebből 2,5 óra, amíg kikevert a színeket. Na jó, van Pákokán. Bauni! 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 Gyerekek, nem neki a legjobb adó. Mutassatok még 7-ig tart az esküvőt. Felejtsd el, nem megyünk. Ideg össze roppanál. 2 nap után. Ugye, hogy a repülő fölkötöd magad, megőrülsz. Ki akarsz ugrani? 9:30 múlt pontosan, 6 perccel. Mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:10 múlt, vagy lesz 4 perc múlva. Bocsánat, Páko után az ember nem tudja hittem mennyi az idő. Tudja, hol van. Az órát is elfelejtett. Fél. Szenzációs, nem? Imádom. Egy boldog ember. Boldog ember, gyerekek. Hát, hogy így szerintetek lekési a repülőt? Na, egy komolyabb kérdésösszeget van rá, hogy lekési a saját repülőjét. Most én beszélgetünk, itt tényleg mennek. Tehát, hogy ők valójában március akár, hogy mennek. Ki kéne menni? Óriási lenne. Csak a képet ne vigyék magunkkal. Én kétszer néztem rá, de azon gondolkodtam, hogy beszélnem kell a Zaherrel, mert be vagyok tépve. Furán nézünk ki. Igen. Gondold el, ha ott mondjuk tényleg egy hagyományos esküve, nem tudom milyen lehet, de hogy ott egy népviseletben dobokkal, egy ilyen igazi, ilyen hagyományokra épülő nigériai esküvő, hát annak egyébként biztos, hogy elképesztő jó hangulata van, nem? 2000 ember dobol, énekel. Szerintem annyian biztos van. 4 ember lenne nagyon megriadva. Mi 3-on meg Emese, szerintem. Ja, igen. Tehát mi gyorsan ilyen sors közösségbe kovácsolódnánk Emesével, mert... Igazából nem attól félnék, hogy ott ti vagy én mondok valami rosszat, vagy nézzünk valakire csúnyán, hanem a Pákó mond valamit, ami érzem, minket elrabolnak, vagy velünk történik valami. És mondjuk lehet, hogy Pákó családjából, a Lapitéktől valaki nagyon kedvesen ránk tukmálja majd valamelyik lányát. Itt te csak bólogatsz, hogy persze. Szerintem is. És vagy kiderül, hogy egy 4-es esküvőben vagyunk. Igen, vagy mint az eszkimóknál, ugye az első éjszaka átpasszolják a feleséget, és nagyon megsértődnek, ha nem élsz a lehetőséggel. Hát ki tudja. Mi van ott első este? Így van. De hát kimennék, egyébként nagyon kimennék. A nagymama a második este, a mama. Igen, ott máshonnan indul a generáció, igen. Nagyon jó lehet. De tényleg olvasott gyerekként, hogy mekkora hős volt, nem? És farkas, pusztakéz, nádas, kilép a farkas, észreveszi a toldész, rájössz, hogy egy 8 kilós macskát itt belerugott egyet, hát... Így dőlnek le az idoljai. Szörnyű. Nem is egyek, kettővel végzett. Tehát. Kettő jött, igen. Ugye? Összekólította őket. Vagy eldobta ez egy másik őket. Sztori? Nem. Kettő, hát először legyőzte mind a kettőjüket, mind a két szülőt. 2 hatalmas aranysaká. Soha senki nem látott még 2 akkora saká. Akkora nagyon más fogakkal. Hatalmas, igen. 8 kilós, igen. Na jó van. Oké, hívjuk a naphallgatóját. Na, Anna, hanem trécselni. Megy a trécselés. Hát hétvége van már. Hétvége van már erősen? Igen? Receptcsere? Vagy mi? Persze, ki mit vesz a piacon? Vagy? Persze. Vagy Viki, igen. Én semmit, és te? Tegnap olyan zöld borsóleves csinál gyerekek. Krémszerűen. Igen, megörül. Mentával. Annak tervesse? Tessék? Nem annak indul, de szemétával. Rohadék. Nagyon finomat csinál. Az bizony, jó reggelt, hello! Tudom, hogy rohalk vagy. Hát, nem hiszem. Na, most egy kicsit jobb. Hello, nem írtad alá, hol hallgatsz minket? Kálmánháza. Kálmánháza. Nyíregyháza fele. Nyíregyháza fele. Na, te vagy a naphallgatója,
és adunk neked szép kis ajándékcsomagot, jó? Na, nagyon jó. Na, jó. És pályáztam egy jó sapkára. Tényleg? Nem voltál még, vagy nem sikerült még relikviát szerezned? Hát voltam, de akkor még bögre volt. Ja, akkor még bögre volt. Hát sűrűn írogatsz nekünk. Jól van, nevedet elárultad már? Erik. Erik. De ez nem az az Erik. Nem, nem az az Erik. Nézem a telefonszámot. Hát oda fogom írni, hogy nem az. Igen, nem az az Erik. Igen, Erik. Erik, köszi, küldjük neked az ajándékot, jó? Jó, jó. Jó munkát neked. Ciao. Hello. Hello, hello. Na, Erik ugye azt írta, hogy a vadászattal kapcsolatban, hogy mindenre lehet vadászni, csak előtte azt kell kiabálni, vigyázz, támadni akar. Zseniális. Szép meglátás, szép meglátás. Onnantól kezdve bármit lőhetsz, azt is, ami... Azt kilősz 40 nyulat. Ami védett, vagy nem védett. Támadni akar. Na, mi van még pénteken? Mi a recept? A receptünk van, és ha már ilyen nagyon szép felvezetést adtál neki ezzel a zöld borsópürével, na, ami mentás, akkor lesz egy ilyen nagyon jó idény jellegű, friss és hazai salátánk, zeller. Ez a beszéd. Tessék, van így belőle. Zeller, alma, dió. És az a helyzet, hogy elkapott a hév, és nagyon bátran. No, nagyon bátran, ne. De tényleg. Megsózod? Micsoda? Nem, azért kapott el a hév, mert a halat én nem nagyon szoktam hozni, mert tudom, hogy gyűlölik a magyarok a halat, de hát, ha tudunk rajta változtatni, mert nem, és valamelyik nap mi pont beszéltük, hogy a fish and chips divat van. Igen. Tehát chipset nem csinálunk hozzá, saláta van, és a hal bundázása se olyan lesz, tehát, hogy nem a klasszik rántott hal, hanem egy tök egyszerű, nagyon jól és gyorsan elkészíthető, vagy ilyen bundázott halat adtam. Uh-huh. Jó? Uh-huh. Úgyhogy ez van. Már fönn van a Facebookon, egészséges, friss, milyen hazai hal? Alapanyag. Milyen hal? Hát az nem hazai. Az nem hazai. De csak azért, mert mentem a piacra, és volt olcsón nyelvhal, és ezt én nagyon szeretem, ez tengeri hal. De meg lehet csinálni egyébként harcsából is, csak aha, az drágább. Meg lehet csinálni biztos pangáziusból, csak hát azt még nem vizsgáltad ki. De kivizsgáltuk a pangáziusz, egy éve volt a pangáziusz. Ja, tényleg, és kijött, hogy nem szörnyű, nem volt benne antibiotikum, nem volt benne hormon, azt megcsináltuk a nagy pangáziusz tesztet, ugye, amikor kiderült, hogy terhes nők vizelete, meg ilyen elmepáborodott dolgok. Küldtünk be pangáziuszt, visszakaptuk egy hónap múlva, és mondták, hogy nem vészes, tehát hogy semmi nincs a megengedett határérték alatt. Hát ott is nyilván van különbség a 800 forint a kilója, meg 1500 forint a pangáziusz kilója, tehát ott sem mindegy, hogy melyiket veszed. Ez a vietnámi törpeharcsa. Igen. Na jó, szóval, hogy akkor ez egy sima. Lehet. Egészséges. Tehát többféle halból is simán. Igen, fehér igen. Húcsút javallanék erre. Gupi, szifó, ilyesmi. De hogyha kiveszed az akváriumból, paf, és megyünk oda, akkor igen. Én mondjuk gupiból nem sok marad esetőben. Jó van, Csabi. Hátra sincs. Imádom. Sajnos nincsen. Imádom. Garami lesz akkor, jó? Tőle tudtok dalt kérni. Elmondtuk mindent, hogy hiányérzetem van. Nagyjából megvolt minden. Igen? Nagyjából megvolt minden. Ja, csak a baseball rajongóknak mondjuk el azért még egyszer. Szuper volt döntő. Így van, tehát amerikai foci. És kedden nagyon komoly relikviákat fogunk Faragó Ricsi jó voltából kisorsolni a műsorban. Azért kedden, mert ugye elmondtuk, hogy hétfőn hajnalban hát lesz a döntő, és akkor aludni fognak, tehát ne maradjanak le ők se erről. Ugye lesz egy sisak, és lesz egy labda, egy 48-as számú sisak. Mert ahogy számukra is kizült, hogy 48-as Super Bowl döntő van. Jól van, Garam jön a kívánság műsorral, 555-55-00. Ez a telefonszám, mi pedig jövünk hétfőn. Szevasztok, jó hétvégét, ciao.